Ciao! Szevasztok, srácok, üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos, nagyon-nagyon szép és gyönyörű szerdai napon. Köszönöm szépen a hashtag Jézus spameket, az atyánk az remélhetőleg mosolyogva néz le reátok. Na, de most, hogy itt vagyunk, igazából annyi a dolgunk, hogy egy nagyon-nagyon egyszerű blogdash rekordot megdöntsünk, ez mi sem egyszerű bennél. Igazából a rekord, amit elsősorban meg szeretnék dönteni, az ugye Hunter és Noelnak a rekordja, ugye nekik most közös, ami ugye mennyi? 379, ha jól tudom, illetve Fannesnak van még ugye 406, ugye citromkával. Szóval, ja, nem olyan egyszerű ez, igazából egy-két meccsen belül szerintem ezt nagyon egyszerűen meg is fogjuk dönteni. Szóval, ja, nézői gémeket fogunk egyelőre menni, aztán lehet, hogy majd utána átváltunk arra, hogy igazából már nem... nézőik lesznek, hanem mondjuk az ilyen jobb playerekkel játszunk majd külön, de ezt majd még úgyis meglátjuk, még nem mondok semmit biztosra. Közben itt én beklémelek pár dolgot, mi ez? 150 gemet azért, mert pörgetgettem, nézz oda. Ilyen kedvesek, na jó, várjátok, akkor még mielőtt bármit csinálnánk, azt mondom, hogy van amúgy valami jó szkenőt meg tudok venni. Persze, hogy nincsen. Akkor viszont egy Lucky Wheel-t pörgessünk. Még mindenek előtt, közben elindítom az Action Music-ot, ugyanis hoztam nektek ide zenét, ha már. Itt egy nagy rekordöntés. 250 token! Ó, persze! Ki gondolta volna, hogy nem kapom meg? Ki gondolta volna? Na, még nyissunk három darab ilyen Snowman Wheel-t, és remélhetőleg a Mythic Hóembert kinyitjuk belőle, mert rohadt menőn néz ki. Ó, Uncommon! Wow! What a bestia! Na, jó van. Na, ez legalább egy legendary Hóember, bár ez már nekem megvan, mert pont videó előtt ki is nyitottam. Szóval, ja. És... No way! Ne is... Na jó van. Igazából akkor én azt mondom, hogy mindenki izzítsa be a StumbleGuys-t, és ja, igazából készüljetek arra, hogy mindjárt lehet írni a kódot. Én megyek szerintem ezzel az új mézes kalács csajjal, mármint csak nekem új, nem a játékba, de én most szereztem meg ebből a wheelből. Én azt is mondom, ja, nem, 32-es, és Endless Block Dash, és én... Ki is kapcsolom az ilyen hagot, a kicket nem, a banánt is kikapcsolom, a kick az egyedüli, ami nem, meg a labda igazából, amiket így nem kapcsolok ki. Szóval, ja, igazából azok, amik kellhetnek ahhoz, hogy mondjuk itt telegesen játszunk. Ott is van a kód! 184, 732 lehet beírni a kódot, srácok! Hú, de rég live voltam már, nagyon hiányoztatok, srácok, hogy vagytok? Tényleg imádlak benneteket, olyan jó veletek játszani, a szar ez. Ja, hogy néhány ezért, hogy nem tudok ütni kit, erre kell. HTG Hunter Gold, bocsi, moddereket nem fogadunk be, vagy legalábbis akkor legyetek okosak, és ne változtassátok meg a neveteket. Látjátok, nincs itt Hunter. Ott van Hunter? Nincs itt Hunter. Köszöntöm szépen. Na, nézzük. Kis meglett az 1K súbam, Teohunnak 411 a rekordja. Teohunt azt nem ismerem, Fannest ismerem én így igazából. Ilyen nagyobb kreátorok és mondjuk ilyen 10K feletti youtubereknél nézem a rekordot, mert most ennyi erővel akkor a... Azt hiszem a Patricknak is van, meg Jokernek is valami 420-as rekordja most, ja, igazából mit mondjak erre. Amúgy srácok, majd egy kövi körbe mehetne egy olyan, hogy only mézes kalács skinnel játszunk. Szerintem az menő lenne. Annyi a lényeg, hogy jó, most igazából nehéz is bántani egymást, mert rugdosni lehet, de azt se egymást rugdossátok, ha megkérhetem, úgyis fogjátok, de azért jobb, mint hogyha, nem tudom, ütegetés lenne, meg villám, meg minden. És, ja, Teo is kreátor. Igen, neki mi a... kreátor neve, vagy hogy mondjam, ő kreátor. De aztán benne van a pakliban, mert nem sokat néztem mostanában a kreátor Discord szervert. De nem tudom, Teo kreátor. Igazából én nem is vágom ki ez a Teo amúgy, most így no joke. Hallottam már Jump Glitch-től, hogy ugye neki van a rekordja, de így igazából ennyit. De lehet, hogy más néven viszont megismerem, hogyha úgy van. Kis amúgy ezt őszintén nagyon becsülöm, és szeretem benned, hogy mindig pontos vagy a streameknél, nem úgy, mint mondjuk Noel vagy Hunter. Hát most, na, hogyha már itt voltatok, menjen, vagy 300-an vártatok a streamre, hát most én ráérek. Tudjátok, hogy most is miért streamelek? Ma úgy unatkozok, mint a szar. Tehát én ráérek igazából, nem is mondok időhatárt az, hogy meddig fog tartani ez a stream. Tartom, eddig tart, az lesz, amilyen lesz igazából. 4 perc alatt már majdnem 800-an itt vagyunk. Igazából nem tudom, éregessünk el jó kis nézőket, azért az 1000 néző azt szerintem elég minimum, de hát már mindjárt 1000-nél amúgy is itt vagyunk.
Annyi a lényeg, srácok, hogy tényleg feküdjünk rá a vévezésre, nem tudom, hogy itt ugye nyilván milyen pro playerek vannak most például ebben a lobbyból bent, vagy hogy milyenek lesznek majd a következő körök folyamán, de mindenki próbálja meg a legjobbat, és próbáljátok meg a rekordjaitokat ti is megdönteni, szóval, ja. Hunternek lesz túrja, tudom, az később lesz, még azért viszonylag. Tényleg azt amúgy közben valaki, aki ilyen nagyon okos és tudja, az informáljon már, hogy milyen túr lesz a Hunteré, mik lesznek benne. DPA. Például rád gondoltam, mert te biztos vágod. Nincs névbeolvasás, srácok, sajnálom. Jó? Jó, az már egy jó jel, hogy itt át lehetett menni anélkül, hogy kitörték volna, szóval király. Na, jó, ott átrúgjuk, sajnálom. Megdöntöttem a magyar clutch rekordot. Na, az királyság, törzs fel a videóba. Solo tour. Nem úgy értem, hanem mapok, hogy lesznek. Bár jó, az is jó, hogy solo tour. Mert akkor lehet, hogy amúgy, hogyha még annyira ráérek, akkor akár a túrt is belerakom a streambe. Nem tudom, Hunter akarja live-olni, hogyha igen, akkor átrédelem hozzá. Most nem elvenni akarom tőle a nézőket, hanem unatkozok, de nagyon. Na várjatok, Hungarian Stumble. Teo Creator. Na várjatok. Mindjárt ezt meg akarom nézni, mert én nem tudok erről. Így igazán. Hoppá, közben. Ja, itt tízé beküldte közben DPA. Várj egy pillanat és nézem. P1-be Blockdash és Laser Tracer, Blockdash és Lega BD, aztán Lega BD. Az pacek, ez full pacek túr. Kösz szépen, Hunter. Ez egy király túr. Aha. Nové, és nem tudom beadni a középső klácsot, mert potétó vagyok. Király. Láttam, kösz. Na várjál, de hogy tudom ezt megnézni? Members, aha. Na várjatok. Ő a Black Man? Ja nem, itt van Teo, kajak. De akkor még nagyon új, nem? Január, mi? December 7, ja. Akkor azért nem láttam, mert én azóta egy jó ideje nem láttam amúgy azért. Nem nézegettem a Discordot. Na jó van, srácok, jöhet a kövi, csak még gyors váltok egy skint, és akkor most legyen az, várjatok, hogy mindenki csak mézes kalács skinnel jöhet. Az, hogy melyikkel, az engem nem érdekel. Tehát jöhettek ezzel a csaj skinnel, ezzel a csaj mézes kaláccsal, a sima tryhard mézes kaláccsal, vagy pedig ezzel az új bad cookie guy-jal. Szóval kérlek, srácok, csak most az jöjjön ebbe az egy körbe, a többibe nem érdekel. Most csak az jöjjön, akinek valamelyik ezek közül megvan. A Mr. Beast-es csak akkor jó, hogyha semmelyik másik nincsen. Tehát az az utolsó választás, az a Mr. Beast-es, az nem is tudom, hogy most hirtelen hol van. Ez milyen jól néz már ki. Na mindegy. Szóval, ja, most próbáljunk már meg egy ilyet. Jó, mindenki állítsa be. Szóval, ja, és igazából én azt mondom, hogy emótok tök... ja, ott van. Jó, király. Közben várjatok sign-up-olni, lehet már a túrra. Már lehet, hogy akkor még hamar, még ezért korán vagyunk ahhoz. Ja, de amúgy meg ott voltak a izék. Sign up. Nem, 51 perc múlva lehet majd, akkor tartsunk rá gemet. Hoppá, nem. És... na, lehet bejönni, srácok. 911-491. Ott is van a kód, meg is invelek mindenki mást is. Lehet bejönni. Ez nem eredeti Hunter Steel. Jam glitch W. No. Na, nem a PC, hanem az 1K szab volt a legjobb ajándék karácsony. Hát ezért a PC se rossz szerintem. Na de nézzük meg, hogy mennyire sikerült megérteni mindenkinek, hogy mézes kalács skinnel jöjjenek. Utána nyugodtan, srácok, jöttek bármilyen skinnel is mindenki. Hoho! Ott is van azért jó sok mézes kalács, és mennyi OG mézes kalács. Ez már tetszik. Ezt már szeretem. Na, akkor mehet is a vévezés, aztán figyeljétek, ennyi tryhard skin, már fixen, hogy meg fogjuk dönteni a wave rekordot. Közben itt felvettem egy kisebb videó részletet, lehet majd shortsbe esetleg ki is rakom, szóval aki itt volt, az lehet egy shorts videóba is benne lesz. Annyi a lényeg, srácok, tényleg vegyük komolyan, és ja, igazából ennyi, tényleg. Ne egymást ütögessük, ne rugdossátok egymást, meg semmit ne csináljátok. Játszatok és próbáljátok meg minél tovább túlélni. És ja, én igazából megpróbálok addig eljutni, hogy 10 ember maradjon bent. Onnantól szerintem már azért a Wave 100 az minimum. Kis léci a mikrofon, tedd arrébb. Mely hangos vagyok? Így jó, srácok? Így jó lesz? Na, tudom, hogy egy kicsit így torzít a mikrofonom, csak az a helyzet, hogy nem találtam rá megoldást. Nem olyan egyszerű ez, mint én gondoltam.
szemcsés a kamera. Azt tudom, mert szarak a fények, de nem hoztam vissza az izét, hosszabbítót. Így ez a lámpa, ami szokott menni előttem, ez most jelenleg nincsen, szóval a ledek vannak. Sajnos ezt tudom most biztosítani. Srácok, közben megvan az 1000 néző, köszönöm szépen mindenkinek, hatalmas nagy puszipacsi mindenki. Hashtag ezret nyomhatja a chatbe egy 3-4-5-ször mindenki írja be, aztán elég a spamből, csak ünnepeljük meg szépen. Aztán nem tudom, kitűzzük a 2000-et néző célnak, vagy ez irreális, majd meglátjuk. Nekem nagyon rossz a minőség, hát azt nem hinném, hogy rajtam múlik őszintén. Marhára igazságtalan, hogy mindig ugyanazok jönnek be, azt 1000-en itt vagyunk. Srácok, mondok egy taktikát nektek, de most ezzel sajnos én nem tudok mit kezdeni. Én ezt amúgy tényleg a szívemre teszem a kezem és megesküszöm nektek. Én ezt leírtam a Stumble Guys fejlesztőknek, mert ugye kreator vagyok, és van egy ilyen szoba, ahova beküldhetjük az ilyen játékkal való ötleteinket, hogy lehessen olyat csinálni, hogy ilyen ideiglenes ban. Ami annyi, hogy mondjuk valaki, most csak jó, nem akarok most senkit kiszemelni, de legyen most, mit tudom én, ott van, itt van Oga Nemo. Mondjuk azt, hogy ő bejön az első körbe, oké? Ott kap egy ideiglenes bant 3 meccsre, és az összes többi akkori emberrel, és igazából akkor az elkövetkezendő 3 meccsből fixen más emberek fognak jönni. Ezt az ötletet én be is írtam oda az játékos ötletes szobába, de sajnos egyelőre még nem lett kifejlesztve, de hát az emódban is csak most került be a játékba, szerintem már vagy egy éve mondogatják a kreatorok, playerek, mindenki, hogy legyen emódban a custom party szobákba. Ja. Most nem Oga Nemóra izélek, most nem neki mondtam, csak ő volt így random ott előttem, és vele példálóztam, sorry, nem, semmi miatt nem mondtam. Csak random téged láttam. Ne, ja, nem csak azért mondtam, hogy látszódjál. Ja, jó van, oké, és várjál, azt majd mindjárt esetleg amúgy meg is csináltam, akkor nem arrébb, hanem lefele így a mikrofon, tessék, így láthatod a csodaszép pofikámat. Hoppá, na, dob fel magad. Hoppá, annyi. Na, már kezd jó lenni. Wave 50 felett már biztos vagyok benne, hogy Wave 100-ig is el tudunk menni, amennyiben van itt velem valaki olyan, aki, hogy mondjam, nem fog leesni Wave 100-ig, szóval, ja. Hoppá, no way, no way. És én fogok kiesni mindjárt. Jó, szerencsére nem. Oké, okay, we are back. Hoppá, itt ugrunk is. Itt srácok, kicsit vigyázzatok, ott ne álljatok meg, mert ellökjük egymást, és neki fogjuk lökni egymást a Spike-nak, jó? So, please, erre vigyázzatok. Ne? Jó, David, szó, de megijedtem, tesó. Az egyik haverom úgy kiespézett, hogy ahogy te még soha. Hát azt elhiszem. Hopp! Ott is van a labda. Na, látjátok, mennyire királyság. Wap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 
vita, hogy ki nem járta ki az első osztályt, nem láttam. De... ja, biztos. Kis, mikor fogsz reagálni a Skibidi 68-69-re? Nem tudom, srácok, lesz-e még Skibidi Toilet reakció videó, mert nagyon sokan nem szeretitek. Egyszer még lehet, lesz tényleg egy ilyen nagyobb videó, amiben megnézek, mit tudom én, 10 részt. De... de most... mi ez, ember? Mi ez? Mi ez a szar? Hagyjál már! Vomkos host! Ember, macska! Gyere, cica! Ci! Csili! Gyere! Gyere! Gyere már! Gyere, macska! Gyere már! Hogy mutassalak be az embereknek? Na várjatok, idehozom a macskát! Ezt figyeljétek, mi van! Cica! Mindenki esteg macska a csetre! Szevasz! Nagyon szeretem a cicát. Na, kiengedem, mert ki akar menni. Így, mennyi. De ugye milyen aranyos? Szerintem nagyon édi. Na jó van, mehetünk vissza így ide. Fe. Na, teli ment szőrrel a szám is. Hogy itt megfogtam, igazából egy másodpercre hullik a szőre. Na jó van, srácok, itt úgyse látom, hogy mennyi vévig mentek el, szóval sajnálom, de jöhet a kövi, és akkor most már nem kötelező a mézes kalács skin, csak meg akartam nézni, hogy ez így milyen lesz. Shields, jövök ezzel a... what? De beállítottam a skint. Na várjál, akkor második csapó kettő, várjál. Van amúgy egy csapóm. Hol a csapóm? Ne, hol van a csapóm? Na várjatok.
Ciao TMG Tamás, köszönöm szépen a 400 forintos szupercsetet, hatalmas nagy pacsi neked. Közben amúgy lehet bejönni, srácok. 23-73-32, hol a csapó? Nekem volt egy csapóm. Hova lett az rakva? No way, bro. Hol van a csapóm? Ez? Ott? Nem, nincs ott a csapóm. Hát akkor nem tudom. Na várjátok, modder, ellenőrzés. Jónak tűnik. Na, nekem van boxemótám, hát itt benn nincsen boxemóta, ugyanis ki vannak bannolva. Mármint nem az emberek, hanem a maga az emót. Ki is jössz a Hunter túra? Tervezek. Nem ígérem, de tervezek. Majd meglátom, mennyire fáraszt le. Na, itt van egy DPA. Egy DPA. Egy kutyának van macskája. Ja, hát most rácok, a szerepet meg kell különböztetni a rendes, valódi szerepektől, szóval, ja. De ki is menni akarok? Hova akarsz menni? Vagy micsoda? Hova akarsz jönni? 20k szabam lenne benne, lehetnék a viditbe? Nem, srácok, ez nem szabtól függ. Nem csinálok így videókat, csak tényleg ilyen, hogy mondjam, videós ismerősökkel. Tehát most ott van ugye például Hunter, Noel, meg Dani igazából, meg hát ugye Bara, Dorian az öcsém, tehát azért nem tudom, nem olyan nagyon tágalista, hogy én mindenkivel szoktam videózni, attól függetlenül, hogy kreátor azért rengeteg van. Péter Zsámbó, köszönöm szépen a 200 forintos szupercsetet, na de srácok, még most itt azonnal álljunk meg, még mielőtt megint elindul egy donate hullám, mert most megvan a karácsony, de ne rám költsétek a zseppénzeteket. Vegyetek, mit tudom én, egy gépet, valamit, vagy gyűjtsetek valami komolyra, mit tudom én, kinek mi az álma, mit tudom én, focilabda, valami ruha, valami komoly cucc. De ne rám költsétek, srácok, kérlek. Én kérlek benneteket. Ó, jaj. Jó, még valahogy ott pont átfértem. Lehet lejjebb le... Á, még... az a baj, nem korlátozhatom le kisebbre, mert akkor még több ember ki fog akadni. Látod a videómat, hogy megdöntöttem a magyar Clash rekordot? Nem láttam. Akkora a klánom az oga, hogy a meccsedben is van. Na, az királyság, GG, tesó. Közben én lehet egy kicsit, most már figyelek ide is, mert különben, ó, de jót boxoltam volna. Kellene az a box, azt a rohadt. De miért rugdossátok egymást, srácok? Nem véletlenül van bent hagyva. Azért, hogy mondjuk ezen az akadályon kényelmesen át lehessen jutni. Kis össze Hunter túrra, igen, igen, megyek, továbbra is megyek. Na, hoppá, rapapapapá, na, így, né. Lézett rész, Lega BD, BD. Ja, vágom, láttam már, hogy mik vannak a túrban. Sorry, hogyha valakit felrúgtam, nem volt szándékos. Rossz a minőség. Tudjátok mit? Akkor majd mindjárt megmutatom nektek, mi az a rossz minőség. Na, azt majd meglátjátok, hogy mi van ott. Na, a következő kört úgy fogom lejátszani, hogy leállítok minden grafikát a legkisebbre, jó? Na, azt majd akkor utána tudjuk majd értékelni. A jó meg a rossz dolgokat. Na, ennyi. Kis beolvasod, please, elmegyek, szia, mert nyaralok. Hát, tessék, felolvastam, és jó, nyaralás, tesóm. No way, no, ezt elrontottam, sorry guys, remélem nem esik ki miattam így ma senki. Köszönöm szépen az 1000 forintos szupercsetet, csők is befrendelsz, nevem TMG Joker, boldog karácsonyt. Köszönöm szépen a szupercsetet, tesó, de nem kellett volna, és ugye nem tudom, esetleg tudod, akkor refundold is nyugodtan a szupercsetet, nem tudom, ezt engedi a YouTube. De sorry tesó, de nem frendelek be senkit, mert teli van a barátlistám, és kitörölni meg nem akarok senkit, mert azok ugyanúgy vagy régebbi szupercsetek, vagy pedig ilyen Hunter, meg Noel, nem fogom nyilván kitörölni a friend listemből. Szóval sorry tesó, nem tudlak bejelölni. Higgyétek el, srácok, hogy mindenkit bejelölnék, mind az összes, mit tudom én, 1400 embert, aki itt van, sőt sokkal többet is, de egyszerűen mennyi 50 helyjel nem lehet elférni. Ez is már egy olyan dolog, ami rengetegszer fel lett vetve a Stumble Guys-nak, mármint konkrétan a Scopely-nak, hogy azt ugye növeljék a barátlisták számát, de hát majd lehet, hogy előbb-utóbb az az idő is eljön, hogy azt is behozzák feature-nek. Remélhetőleg minél hamarabb, és akkor megint felszabadul hely. De akkor mondjuk lehet, hogy én mondjuk videót csinálnék, és akkor ott valami kihívást kell megcsinálni, vagy mit tudom én majd. Valamit majd valahogy eldöntjük. Meg nem tudom, lehet, hogy fogok majd én is még egy nagyobb tisztítást csinálni, és akkor valahogy felszabadítok, mit tudom én, mondjuk 10 helyet, vagy valami, amíg 10 helyet biztos nem fogok tudni. De egy valamennyit, akik mondjuk nem használják a fiókukat annyira,
akkor azokat kitörlöm, és akkor majd lesz valami, mit tudom én, kihívás, amit meg kell csinálni, és akkor azok így be lehetnek friendelve, vagy milyenek, mit tudom én. Ilyen jó kis dolgok, jó, menjünk, csak akkor ne álljatok meg előttem, please. Jó, így nem. Rossz a minőség, nem rossz a minőség, srácok, vegyétek feljebb a minőséget, ha pedig úgyse jó, akkor zárjátok be és nyissátok meg újra. Na, ennyi, 1080p 60 fps-be megy, tehát, ja. Diamond, köszönöm szépen a 2 hónapos kisegítő régi tagságot, szia kis, hogy vagy, én csodálatosan vagyok, köszönöm szépen kedves szavaid és te személyed, hogy tetszik lenni? Kisebb rendeket ne inveld meg, mert akkor többen be tudnak jönni a partiba. Okay, maybe. Olyan irigy voltam az emberekre, akinek adtál TikTok coint, hát nem kell irigynek lenni, srácok. Most ez egy full ilyen izé. Mindenki, aki konkrétan live volt, mindenhova benéztem a TikTokon, tehát nem lett kiadva senki. Csak valaki így nem nagyon érdekelte, hogy így mondjuk, nem tudom, van egy kívásom számára. Na amúgy ez most már kezd jó lenni, már viszonylag leszűkültünk azért már egy ilyen jobb körre, itt már nem nagyon ütögetik egymást az emberek, amit én tökre adok. Itt van DPA is. Hátha egy Wave 200-at kéne hozni, az a minimum. Kis tudsz adni videó ötletet? Hát tesó, hogyha tudnék adni videó ötletet, már én is megcsináltam volna a holnapi videót, viszont továbbra sem. Tehát, hogy most így live-olok, de nekem még majd fel kell vennem igazából holnapra egy videót, és én sem tudom még, hogy mi lesz a címe. Ja de, megvan mi lesz a címe, megdöntöttem a Wave Recordot, mert ebbe a streamben rohadtul meg fogom dönteni, és akkor meg is van a holnapi videó, amiben kivágom, csak azt a részt, ahol megdöntöm. Jajjaj. Aj, bro. Érdekesen játszol, ilyenkor várjál, de mindegy. Kis, légy szíves, 4 klácsot. 4 klácsot, hülye vagy? Nem tudok 4-et klácsolni. Majd kipróbálhatjuk egy kövibe, de... Ja, ott akkor megyek, mint tudom én, 1 bottal, és akkor ott azért csak klácsolgatok, majd meglátjuk. Voltam a szolnoki találkozónak, köszönöm szépen, tesó, és remélem jól érezted magadat. Nehéz ennyi videót felvenni? Most itt szünetben amúgy viszonylag azért chilles, itt nem olyan nehéz. Szóval, ja. Szia, aki szerintem a rugást is ki kéne venni, mert engem úgy löktek ki. Azt értem, csak vannak ezek az akadályok, amiket meg rugással csinálunk meg, és azért az még mindig egy olyan, hogy értékelhető, hogy mondjam ezt, tehát hogy lehet azt normálisan használni, de mondjuk a páncsot azt nem lehet normálisan használni. Még a hágot is lehet értelmesen használni, de azt úgyse használna senki értelmesen, szóval szerintem legtöbben nem is tudják, hogy ezt lehet ilyen... No way, ember! Mi ez a spike-os fos? Miért nem nyomta be a taunt? Ott konkrétan nem lehetett megmozdulni. Ember! Ezt a szart! Ezt nem hiszem el. Na jó, várjatok, a másik izészkin kell nekem, másik hóember. Hol a másik hóemberem? Itt van, Larry. Na, Larryvel megmutatom, hogyan kell klatcsolni, srácok. Most ez egy ilyen izé lesz. Nem ilyen nézői cuccos, és sima blogdashben megyek, mert ez egy fokkal, az ma olyan kebb, mint V50-nél játszani. Na, megmutatom, hogy hányat tudok klatcsolni, jó srácok? Aztán visszatérünk ugyanúgy a vévezésre, meg mindenfélére. Na. Kis, neked mennyi a Wave Recordot? 375. Na, nézzük. Várjatok, ez pont egy ilyen szarfal, de igazából attól függetlenül működnie kéne. Húj, hát ez érdekes volt, de beadtam. Jó. 2. No way, ember! Nem tudok 3 klatcsot beadni! Na jó, oké, ezt hagyjuk szerintem, mert csak leégetem magam. Na jó, mehet a következő nézői így 32-re fel, és átrakjuk Endless-re. Na gyerünk, lehet jönni! 4.39, 9.52, gyerünk! Lehet jönni! Aj. Szia, még pár hónapja küldtem 3000 forintot, és azt mondtad, hogy befrendelsz, de elfelejtetted. Én nem ígértem ilyet soha senkinek, hogy befrendelem, mert 3 hónapja, sőt, nem tudom, amikor konkrétan az első Stumble Guys videó óta teli van a barátlistám. Nem volt egy perc, hogy lenne egy hely. Szóval ezt nem nagyon lehet nekem beadni, mert az első Stumble Guys videó óta, amit valaha csináltam, be van telve a barátlistám. Szóval, ja.
A Szolnokin külön képet csináltál a tesómmal. Hát tesó, nem emlékszek, mert érted, 1000 milliárd helyen voltunk már, meg nagyon sok emberrel találkoztam, de örülök, ha jól éreztétek magatokat. Kis volt már olyan vidid, amit inkább nem tettél fel? Hát erre a csatornára nem sok, lehet, hogy volt 1-2, de nem emlékszek már őszintén. Viszont a régi csatornámra, amit valószínűleg azért már sokan láttatok, mert ugye volt róla az a videóm, sokan fel is iratkoztak rá, viszont oda, fú, és ja, ott szerintem van vagy ilyen 4-500 videó, amit nem töltöttem fel, tehát van rengeteg ilyen focis videó, mit tudom én, mindenféle, azok komolyak. Na. Azt arat. Meghívod a barátaidat, hogy mindenkinek jó legyen? Nem hívtam meg a friendjeimet, vagy most pont arra gondolsz, hogy hívjam meg őket, az előbb valaki azt mondta, hogy ne hívjam meg őket. Szóval, ja. Na. Kis voltam a budapesti PGT-son, na. És milyen volt? Élvezted? Király volt? Remélem. Öcsém játszott veled egyszer, és nagyon boldog volt. Köszönöm, hogy boldoggá tetted. Nincs itt tesó. Ez a legkevesebb. Bro, is átugrom az egészet, de nem adja be. Nem. Ajj. Tényleg rossz minőség, elfelejtettem. Na, várjátok, itt mondjátok, hogy rossz minőség, meg mit tudom én. Na. Meglátjuk, mi az a rossz minőség. Off! Ezért anti-aliasing, disabled! FPS limit? Jó, azt nem csesztetjük. Ennyi kell szerintem. Na, tessék, nézzük meg, a HQ Models is nullás. Várjatok, valami részletes skint, ami így meg tök szarul néz ki. Nem tudom, mi egy nagyon részletes skin. A Craig. A Craig az azt hiszem ilyen elég szar skin. És hát nem szar skin, hanem részletes. Hát mondjuk így ennyire nem rontott el. Mindegy, tessék, itt van, elvileg az jóval máshogy kéne kinéznie. Na, gyerünk, lehet jönni. 956-533, gyerünk, lehet bejönni, srácok. Na, kérlek, srácok, normálisan játszatok. Ne lögdössétek egymást, ne cseszegessétek semmit, ne csináljátok, csak játszunk. Na. Ennyi. Kis 17 éves. Ez így van. Ez így van. Na. Én elektromos rollert és egy telefont kaptam karácsonyra. Na tényleg akkor most már feltenszem mindenkinek a kérdést, hogy igazából nem tudom, ki mit kapott karácsonyra. Kíváncsi vagyok. Mit lehet nyerni a Hunter Cupon? Rengeteg gemet. Rengeteget. De amúgy ki van írva, hogy pontosan mennyit. Amúgy DPA, nem tudom, te most bent vagy-e, nem vagy bent, szóval hát, ha tudsz még nekem írni. A solo cup az nem az 1v1, tehát hogy ne keverjem össze. Tehát a solo az, hogy van, mit tudom én, 16 vagy 8 ember, és ők egymás ellen vannak FFA-ban, nem? Tehát valahogy úgy van. Mindegy, majd meglátjuk igazából. Kis Léci, aki többször volt, ez kikkelt ki, Léci. Figyelj, én kikikkelném szívesen, de ennyi embert nem tudok számon tartani. Elmenne vele rengeteg idő, szóval, ja. Bracketben 1v1 lesz. Hát, jó, hát most ezt értem. Pizzasütő. Pizzasütőt kaptál, az igen. Darts tábla van itt, mindenféle. Én kaptam például a ledeket, amik itt vannak mögöttem. P1 16 player, 8 quali, P2 8 player, 4 quali, Bracket 1v1. Az egy szép dolog. Nem rossz. Szerintem ezt be tudom húzni akár egy bracketig. Most no joke. Szerinted DP most tényleg őszintén kérdezlek, tehát most engem nem érek, hogyha azt mondod, hogy nem. Tehát pont az igazság érdekel. Egy bracketig szerinted el tudok menni? Nem fejlődtem nagyon az SP-vel, sőt szerintem inkább amúgy visszafejlődtem. Viszont kicsit szerintem a movementem az prób, hogyha ilyen 1v1-ről beszélünk. Na. Mindjárt ott közben nézem, csak nem akarok leesni sem, mert még mindig rengetegen vagyunk, és így fogok leesni, hát pont ez az. Ójjaj. Ja, ott még van egy ilyen kis blokk, jó van. Legyen már valami nagyon nehéz akadály, mondjuk egy ilyen labirintus, vagy valami, mert így az életben nem fogunk leesni. SP nem igazán kell ilyen szóló túrokon. Mit? BD-be? Az azért ott az nem rossz. Inkább kombó. Kombó? Hát de nem teambe vagyok. Hát engem fognak kikombózni leginkább. Ki kell belőle rugni. Ki kell rugni a hámból. Meg elég túlélésre játszani.
amúgy only punch és kick tour, tehát nem lehet vinni láthatatlanságot, mert az akkor nagyon overpowered, folyamatosan spammelem, azt ennyi. Vagy az ki van rakva? Ez invisibility? Mert az mondjuk egy elég jó tax lehet, hogyha azt játszom. Igen, punch, fire, kick, vagy mi fire, punch, kick van. Az mondjuk sad, de nem baj, ez van. Jó, ugorjunk már át, ne. Még mindig rengetegen vagyunk, így nem lehet játszani. Ki is fognak majd jönni jump glitchék? Hát jump glitch pontosan nem tudom, hogy fog-e jönni, meg hogy mondjuk Joker az nem fog jönni, ez fix. DPM meg igazából itt van chaten is. A meccsben nem tudom most, hogy nem ért be, vagy hogy van ez, de ja. Pam. Kenzi se tudom, hogy hol van, de azt hiszem ő elérhető, lehet ő streamel, nem tudom, streamel. Kenzi. Jó kis ismét itt a legmegbízhatóbb moderátor, ciao Peti. Következőben megyünk egy tízeset, hát amúgy mehetünk egy tízeset kövibe, de aztán megyünk vissza nézőikre, mert nem akarom közben a nagy népet megszomorítani. Vágom, tudom, eszembe jutott közben, azért mondtam, hogy Joker az nem jön. Hoppá! Délelőtt streamelt, akkor, de most online van, akkor lehet ő is, nem tudom, chatem mondjuk, nem láttam, hogy itt lenne. Kenz barátunk, Kenz Y. Reggel streamelt Kenzi, azt nem tudom, hogy most streamele. Ugye reggel streamelt, akkor valószínűleg most nem. Ha csak nem azóta is. Pam. Na már Wave 39, egy Wave 100-at most már nagyon illene összehozni, csak az a baj, az még mindig rengeteg ember van. Tehát szelektálni kellene a pályának, de hát Wave 100-ig, hogyha 10-ben vagyunk, az azért elég komoly. Nagyon jó a zenéd az úta sikerhez, köszönöm szépen, tesó. Bár azért az még egy mindig eléggé projektzene, tehát az nem egy ilyen komolyan vehető dolog. Szóval, ja, de igazából megpróbáltam, azt ennyi. Várjál, vet kick ugye lesz túron? Vagy ezt nem különbözteti meg, I guess, amúgy. Nem, mert nekem vet kickem van. Ahogy láthatjátok, bam, vet kick. Nagyon remélem. Na, gyönyörű. Mondom, gyönyörű. Hopp. Hoppá, sutty! Sorry, MGT Máté. Megoldod? Na. Igen, valamire nem enged be. Hát, valószínűleg már túl sok ember jön, és már lekésted azért. És attól, hogy azt látod a streamben, hogy még lehet jönni, ez nem azt jelenti, hogy valóságban lehet, mert valamennyit késik. Kis, egy őszinte válaszkerek, csinálsz te egyedül egy zenét? Én azt egyedül csináltam, azt a zenét. Vagyis hát haverom az egyik sort, azt közösen írtuk, de hogy igazából ennyi. Azt én egyedül csináltam. Abban nem segített Szabi meg senki. Ezt én saját magamnak, hát amennyire meg mastereltem, egyáltalán nem értek az audiotechnikához, tehát ezért lett ilyen ocsmány. De, ja, igazából csak aláraktam egy mélyebb tónust, és mennyiben így ez ki is fakadt. Inkább leiratkozok. Nyomja, tesó, nem tudom, hogy mi késztet erre, de hogyha úgy érzed, akkor nyugodtan. Sajnálom, hogy nem tetszik a content, de... Hát, ha majd tudok javítani ezen én is egyszer. Kis, te ismered Manuelt? Hogy ne ismerném Manuelt? Jó, nyilván nem személyesen, de hogy mondjam, hát szerintem nincs senki, aki ne ismerni. De Diana Rácz, köszönöm szépen a kisegítő régi tagságot, hatalmas nagy pacsi neked, köszönöm szépen, hogy támogatod a csatornát. Tényleg nagyon szépen köszönöm. Nem sokára 150 ezer szab. Ja, nem lenne rossz, szóval amúgy, ha úgy gondoljátok, akkor nyugodtan benyomhatjátok a csodálatos ezét, hogy hívják feliratkozás gombot, és akkor hát, ha hamarabb meg lesz. TL csapat, köszönöm szépen az egyhónapos tagságot, és köszönöm szépen NGT Norbest és Sofia Roblox, talán, várjatok, azt majd vissza kell olvasnom. Várjatok, nem jó. Nem tudom elolvasni. Annyi volt, hogy valami, hogy itt van egy kis pénz, vagy valami ilyesmi, bocsítás, hogy nem tudom elolvasni, csak közben itt most BD meccs van. De köszönöm szépen a támogatást, nagyon szépen. Szóval, ja. Kösz.
kellemes ünnepeket kívánok neked és neked kis és Baránnak is. Köszönjük szépen, mi is neked Bara nevébe is mondom. Na közben már 1700-an itt vagyunk, srácok, road to 2000 néző, azért az egy elég komoly lenne, hogyha ma is így random összehoznánk egy 2000 nézőt egy kis live-oszkára. Hát srácok, ezt amúgy én is elmondom nektek, mert amúgy tényleg ez szerintem azért na, tehát ez azért betartató dolog, hogy aki most például ebbe a körbe, vagy már előző körökben játszott velem, az várjon egy 2-3 kört, amíg játszana újra, hagyjon másnak is lehetőséget. Nyilván ezt nem tudom megszabni, de srácok, ez olyan, mint a becsületkassa, hagyjatok másnak is lehetőséget, kérlek, mert ne csak ti játszatok, ne legyetek önzők, hagyjátok mást is érvényesülni. És ennyit szeretnék kérni, köszönöm szépen. Ti a csapat, köszönöm szépen a hotdogot, hatalmas nagy pacsinyeket, mert kicsit úgy érzem magam, mint egy ilyen izé TikTok live-ba, hogy köszönöm szépen a hotdogot, meg értitek, TikTok jelet, meg a mit tudom én, parfümöt, mindenfélét. Érdekes, érdekes. Milyen érzés híresnek lenni? Ez nem egy ilyen érzés. Pont ezen én is gondolkoztam régebben, mert ugye én is így vagyis hát az volt a motivációm, hogy elkezdjem ezt az egészet, hogy láttam, hogy mások is ezt csinálják, és akkor én is gondolkoztam rajta, hogy ú, de király lesz, meg milyen menő, amikor így, érted, mondjuk eljutottam oda, ahol most vagyok. Aztán nem olyan különböző, tehát tényleg annyira, mivel nekem szépen lassan jött ez, tehát nem volt egy ilyen nagyobb kitörés, hanem egy ilyen 12 év alatt tényleg folyamatosan, szépen, lassan történt meg ez az egész, így nem hozzá tudtam szokni mindegyikhez, és fura, de pont azért fura, mert mintha ez így mindig is normális lett volna. Az, amikor mondjuk megtalálnak így héven, vagy valahol, mit tudom én, így az utcán felismernek, és akkor ott elkezdenek újongani olyankor, meg ilyen, de olyankor van igazán furcsa érzésem, hogy tényleg valaki ennyire boldog azért, mert velem találkozott. Mert értem én, hogy csinálom a kontentet YouTube-ra, meg mit tudom én, hogy szereti a kontentet, de hogy valakit ez így legit boldoggá tesz, hogy mondjuk velem találkozik, ez mekkora királyság már. És akkor mondjuk, hogy kérhet-e egy képet? Kérhetsz egy képet? Én akarok veled képet, tesó. És akkor így, érted, nem tudom, tehát, hogy ez ilyen nem alap embereknél, nem tudom, hogy viszonyul más videós így az ilyen random megtalálásokhoz így az utcán, de nem tudom, ha csak nem, tényleg az van, hogy 10 másodperc múlva indul a vonatom, és nem tudom, le fogom késni, de hát akkor is így megfogok, és akkor menet közben gyere mellettem, és akkor fotózkodjunk közben, tehát minden meg lehet oldani, csak akarni kell. Nem tudom, tényleg nagyon imádlak benneteket, srácok, és ja, szerintem ez nagyon király dolog, viszont nem egy ilyen leírható érzés, mint ahogy ezt ti szerintem gondoljátok. Na, közben Wave 96, amúgy csak ja, azt előre mondom, hogyha valakivel rekordot döntök, legyen az bárki, az kap tőlem offert. Nem is kicsi offert, tehát nem ilyen 1000 forintos offert, ha a rekordot megdöntöm vele. A rekord alatt a saját rekordomat értem egyelőre, de nyilván minél több, annál jobb. Szóval, ja. Vonkos nem jön kis? Ugye Baráról beszélünk, közben megvan a Wave 100. Bará jelenleg Fortnite-ozik, szóval, ja. És mennyi a rekordod? Nekem 375 a rekordom. Azért nem enged be, mert telefonos vagyok. Attól be kell, hogy engedjen, vagy nem kéne, hogy ez bármi problémát szüljön. Szóval, ja. Köszönöm szépen, Oli Dav Gaming a egy hónapos tagságot, hatalmas nagy pacsi neked, köszönöm szépen, hogy támogatod a csatornát. Tényleg, tényleg nagyon szépen köszönöm. Kis a Hunter Tourt live-olod akkor? Nem tudom még, ez majd a fáradtsági szintemtől függ. Szóval, ja. Szóval visszatérve, hogyha 376 wave-nél aki bent van velem, tök mindegy, hogy egy vagy kettő vagy három ember, remélek, hogy akár 31-en elviszitek velem. Ha eljutottunk addig, akkor igazából kapjátok az offert mindannyian, aki bent van velem. Így abban a pillanatban. Aki meg mondjuk előtte kiesett, vagy bármi ilyesmit, mondjuk ilyen 350, vagy tudjátok, mint hogyha mondjuk bent vagyunk hárman, és valaki kiesik 300-nál, de a másik csávóval meg elvisszük a rekordig, akkor ő egy kisebb offer, de ugyanúgy választhat, hogyha ez így értelmezhető, így a ilyen játékszabályzat, vagy nem is tudom ezt, hogy mondjam. Hoppá, így, ni. Very nice. Már Wave 100
13, bár ez még mindig azért eléggé loafing. Süty, itt ugrálunk, hát ez még ilyen csukott szemmel játszós változat. Mondjuk amikor kezd beindulni, az ilyen tényleg ilyen wave 200, wave 250-től szokott lenni. Az amikor már így rendesen lehet rá koncentrálni, és így ténylegesen király. Közben lassan 2000-en itt vagyunk, puszilok mindenkit, szevasztok srácok. Akkor road to 3000 néző már szépen lassan. Kis 17 éves, bara meg 10, ez így van. Ez így van. És srácok, szeretnék amúgy mindenkit megkérni, hogyha esetleg valaki még nem lenne rám feliratkozva, akkor mindenképpen dobjon egy hatalmas nagy feliratkozást, ugyanis célom lenne még szilveszter előtt elérni a 150 ezer feliratkozót, amiben igazából ti tudtok nekem segíteni. Szóval, ja, kérlek srácok, segítsetek. Igazából ennyi. Ha tetszik a content, és tényleg szeretnél támogatni engem teljesen ingyenesen, akkor a feliratkozás nekem tökéletesen megfelel. Azután lehet majd 15-ös? Nem tudom, srácok, hogy lesz majd még a következő, mert ebben most így is úgyis rekordot fogunk dönteni. Nem tudom, hogy kivel. Itt van velem Bence, XMS1, M7-1V1 és NGT Nimrod. Remélhetőleg, hogy ők nagyon profi gamerek, és el fogjuk vinni legalább a rekordon még. Én szívesen segítek nektek, nem tudom, hogy ki a profibb négyen közülünk, ki a legprofibb. Én szívesen török, csinálok bármit, de ja, tartsatok ki, igazából annyi. Szóval, ja. Boti XD, köszönöm szépen a 2 hónapos tagságot. Szia kis, hashtag 400 wave, hashtag ámen, hashtag hús, ámen. Köszönöm szépen a show, csak közben itt mindjárt leesek. Ha most leesek, akkor azonban nagyon fogok rage-elni, mert ez easy 200 wave, sőt easy 300, hogyha nem tudom, tényleg többiek is eljutnak velem addig. Így, megyünk. Itt nem is fogok szerintem már tauntozgatni annyira. Na, nézzük, süty, murutty. Kis, szerinted mi kell ahhoz, hogy elkezdjek videózni? Kitartás, céltudatosság, és igazából tényleg így kb. Ennyi kell ahhoz, hogy elkezdj videózni. Mi a meg hát mondjuk egy telefon, tablet vagy számítógép, és igazából ennyi, semmi más nem kell hozzá. Ezt most komolyan mondom. Jaj. A Wave 298 az hihető, mert senki nem hiszi el. Hát nem tudom, tesó, nem ismerlek, hát hihetőnek hihető. Most ez nem egy ilyen, tehát ez nem nagyobb, mint a világrekord, és ezt nem lehet elhinni. Videóvágó tudás sem árt, nem kell. Majd megtanulja útközben. Én mikor csináltam meg az első vágott videómat? Szerintem 3-4 éve, amikor elkezdtem videózni. Szóval 3-4 évet simán lenyomtam vágás nélkül. Addig fókuszáltam másra. Jó, az igaz, hogy én abban a 3-4 évben azért még tényleg nagyon-nagyon pici voltam, tehát hogy ilyen 5-6-7-8 éves, de ja. Még egy Gmail sem árt, hát jó, de azért szerintem egy videó felrakása, most maga az a folyamat, hogy feltölts egy videót, az nehezebb, mint létrehozni egy Gmail fiókot. Konkrétan szerintem 3 lépésben meg lehet csinálni. Tehát beírod, 1, rákattintasz, hogy fiók létrehozása. Beírod a nevedet, amit szeretnél, és beírod az e-mail címedet, amit szeretnél. Aztán megfogod, és átgörgeted az összes ezét, ASF-et, úgyse fogod elolvasni, de nyilvánvalóan elolvasod. Átgörgeted az összes szerződést, amit aláíratnak veled a Google-nél, hogy eladják az információdat, még a herédről is, és ja, igazából készen van a Google fiókod. De amúgy ezek a szerződések csak arra kellenek a Google-nek, hogyha bármit szeretnél perelni őket, akkor igazából nem tudom, ne tudjál semmit csinálni velük, mert lényegében aláírtad a végrendeletedet is azzal, hogy az ASF-üket megkötötted. Ha majd ráérsz, akkor bekövetsz YouTube-on, nevem Zsombi Kalandjai, bocsi tesó, de ezt így most nem tudom neked garantálni, nem igazán szoktam így random nézőimet így feliratkozni így mindenkire, mert most gondolj bele, akkor mennyi ember kérné még ugyanígy. Szóval ja, közben lassan 2000-en megvagyunk, srácok, hozzuk össze a 2000 nézőt. Sutymuty. És én nekem 2023 a rekordom, nekem 2024. Na, wait a minute, jó, ugráljunk. Ne, közben valaki kiesett? Ja nem, nem esett ki senki. Jó, very good, azért az mondjuk komoly lenne, hogy... Ó, ott is van a 2000 néző, köszönöm szépen mindenkinek, srácok, aki itt van, hatalmas nagy pasi nektek. Egy hashtag 2000 spam mehet a chatre gyorsan, hogy megünnepeljük. Mi megyünk tovább. Itt a srácokkal.
Hoppá, annyi. Na jó van, tehát azért az elég komoly lenne, hogyha Wave 200-ig elmegyünk négyen. Ott az, talán én még ilyet így nem is láttam itt saját szemszögemből. Hopp. Az a baj, hogy tényleg nekem is ki kéne bírnom. Tehát, hogy nekem az utolsó kettő közül valamelyiknek kéne lennem. Mert ugye Spectate-ben nem látom, hogy mennyinél tartanak, hány Wave-nél. Szóval akkor így is, úgy is ki fogok lépni. De nem, srácok, ezt össze kell hozni. Ez minimum 300 valakivel. Nem azt mondom, hogy mindannyiótok. Jó, tesó, gyerünk. Jó, szép. Szóval, ja, mondom, ez jó lesz nagyon. Gyerünk, 173. Ez még mindig izé Baba Fing. Mi ez? Mi az, hogy 173? Hát innen kellene indulnia a blogdesnek. Na, erről van szó. Megigazítjuk magunkat, checkpárnát lassan amúgy a magam alá kéne húznom. Hogyha lesz majd valami tauntos, spike-os akadály, akkor ott majd megteszem, mert addig lesz gyors időm. Ne rúg fel, kérlek, köszi, puszi. Na, írni. Közben nagyon jönnek a nézők. Látjátok, elérjük a nagyobb véveket, azt már mindenki ide ragad a képernyő elé. Aha. Pontosan ezt kell, lakis párnám. Jó, hoppá. Így, jó, királyság, már is itt van a csekpárnám, és nem történt semmi gáz. Jó, Wave 180-nál vagyunk már, azért az már nem semmi. Törd, kösz. Miért mondok mindent kétszer? Kicsit már kezd beakadni az agyam, mert már túlságosan koncentrál. Hagyjál már, egy kézzel játszok. Jöjjétek, ezek közben hajamat megigazítom. Jól áll? Hú. Jó lesz az. Ennyi, látjátok, ezt kell csinálni 180 wave közben. Who cares? Na, így, pa. Wapapapapaparapaparapaparapaparapapa. Ne küldjetek lécibe kódot, vagy legalábbis ne spameljétek szét, mert engem amúgy nem zavar, hogyha küldtök be ide kódot, amivel, hogyha mondjuk így az én nézőimmel akartok játszani saját szobába, az engem nem nagyon érdekel. De, ja. Tesóim, Wave 200-en még levelezni szoktam DC-n. Hát ezt mondom én is. És közben még haját állítok, meg ilyenek. 250 felett van az, hogy azért már ott el lehet kezdeni normálisan koncentrálni. Na, amúgy tényleg királyok vagytok. 200, húzzuk már ki 4-en, mekkora királyság lenne? Az nagy squad. Nagy squad akkor. Kíváncsi, hogyha tényleg 300-ig valakivel elviszem, akkor az kap egy kisebb offert. Nem mondom, hogy... Bro... Valaki csak beadja. Jó, töröm nektek. Ott valakit feláldoztam mondjuk a headtoppal. Kérlek, srácok! Kérlek! Jó! Nagyon jók vagytok, srácok! Sajnálom! Jó, hú, bro! Egyedül maradt? Jó, egyedül maradtunk. Sajnálom. Nem tudom, kit headtopoltam le. De you are going down, well soldier. Jól tetted, katona. Szolgálatba haltál meg. Innen is tisztelet neked. Köszönöm szépen, tesó. Jó szolgálatot tettél. Sajnálom. Nem tudom, ki volt az. Nimro, te voltál az? Lehet, hogy rád támaszkodtam. Sajnálom, tesó, de... Figyelj, úgy vesszük, hogy te itt vagy velünk, jó? Mondhatod, hogy ez a te rekordod is, hogyha neked ez esetleg rekord lenne, jó? Én itt most megengedem neked, hogy azt mondd, mert miattam estél ki. Na gyerünk, töröd még, vagy törhetem én is, hogyha szeretnéd. És pont Wave 200-nál amúgy, ember, érted? Ahogy mondta, hogy addig jussunk el, és konkrétan 199-nél kiesik mindenki. És hát majdnem mindenki, ne már, ember. Nem baj, who cares? Na, negyünk tovább. Wave 200 felett vagyunk már Bence X-Messzel. Szerintem megtudjuk. Valaki esetleg ismeri, hogy mondjuk mennyi a rekordja ennek a Bence X-Mex palinknak? Mert én nem nagyon ismerem névről. Ha valaki tudja, akkor az írja már le, hogy neki mennyi a rekordja. Csak hogy így tudjuk, hogy mondjuk ő mennyire fog fosni mondjuk 300 felett. Mert hogyha még soha nem volt ott, akkor nyilván fog nagyon stresszelni, és akkor megyek én előre. De viszont, hogyha mit tudom én, 380 a rekordja, akkor nyilvánvalóan nem fog félni. Vagy legalább jó félni fog lehet, de hogy nem annyira. Akkor tud menni ő is elől. Igazából ennyi. Gyerünk, tesó. Szép. Pont Craig-gel döntöm meg, amúgy vicces. Ja, meg hát ugye a kisebb grafikával. Ez ugye a kisebb grafika elvileg. De a kövi az még kisebbre leveszem, mert még egy dolgot amúgy kihagytam direkt, hogy ne nézzen ki olyan rosszul. Nem is tettem rosszul, mert így is azért... 220-nál azért már szar lenne, hogy tényleg azzal a grafikával játszanék, de... Nobody cares... Hoppá!
Ugrunk is. Na, ez easy eddig. Ez very easy. Az egy meleg helyzet volt ugye, amikor ott rosszul lett az kitörve, de ez tényleg ilyen utálatos egy akadály. Nem jött, tesó. Jó, és van kicked. Jó, ha nincsen, akkor állj félre, tesó, és akkor nyomom én. Csak mondom, de miért oda tauntozol, akkor inkább menjél tovább, mert tesó, ez így para. Jó. Né, ott már megyünk is ugrálni. Wapapapaparapa. L-jump glitch. Miért L-jump glitch? Miért? Hú, srácok, sajnálom, hogy most nem olvasom a chatet, de hát azért már itt szeretnék ide figyelni, hogy akkor jó legyen. Itt van jump glitch, itt van? Nem láttam. 2300 néző közben itt van, hatalmas nagy pacsi nektek, srácok, egy hashtag 3000-et próbáljunk meg bevonzani így a chatre, mehet. És akkor, ja, semmi baj, baby. Ciao, ciao. Majd kövébe tudsz jönni te is, de amúgy most figyelj, ez nem egy rossz. Nem egy rossz izé kör eddig. Na, ennyi. Hopp. Jó. Amúgy a nézőrekord az valami 2900 körül van. Szóval, ja, nem lenne rossz, hogyha tényleg mondjuk egy 3000-et összehozunk, akkor az mindenképpen nézőrekordot jelent. Na jó, van, szerintem most már kezdem én is majd törögetni, mert szegény már, hogyha rossz oldalon van, akkor nehezen ér oda. Jó, menjünk biztosra, tesó. Így, né. Jó, biztosra megyünk. Tökéletes. 250 wave. Ennyi, srácok. Easy. Miről beszélünk? Még csak nem is remeg a kezem. Még most is beállítom a hajamat. Sőt, még nem tudom, elolvasom közben a Bibliát. Ne gyerünk. Hoppá! Jó, szép, kérlek, tesó, ne ronyult el. Nem tudom, hogy ezt most egyszerre magamnak is mondom meg neked is, tesó. Jó lesz, az most már van az, hogy kezd egy kicsit azért verni a szívem, hogy ez most már jó legyen. Jó. DPA nem rossz ötlet, amúgy most nem fogom felolvasni az egészet, hogy ne szóról-szóra mondjam. Láttam, amit írtál, valami olyasmi, hogy én jump glitch, te, meg 8 néző, de inkább akkor 7 néző, és akkor 10-re lerakjuk, és akkor úgy még jobb rekordokat tudunk dönteni. Júj, tesó! Bízok benned, kérlek. Tudsz klatcsolni, ugye? Szerintem tud. Jó! Adlak, tesó! Adlak. Jó, semmi gáz. Jó, taunt. Még egy taunt. Csak egyszer el ne roncsom ezt a tauntot, mert akkor vége van. Mármint a Stumble Guys-nak lerombolom. Jó. Ahogy Hunter szokta mondani, kezd forrósodni a pite. Na. Gyere WC, nem megyek voice chat jump glitch, mert akkor igazán feljebb fog menni a pingem. Most amúgy a streamet egész jól bírja eddig a netem. Meg nem akarok fülesbe lenni, sorry, de most nem voice chatezünk. Mert most tényleg arra akarok menni, hogy minél jobb legyen. Így is mondom, csodálkozok, hogy nem szaggat a játék. Jó, papapapam. Jó, így né, 275. Very nice, tesó, very nice. Ez egy 300 meg lesz. Sima. Nagyon szép, Bence, amúgy. Nem hallottam még róla, de amúgy jól játszol. Jó, törje, tesó. Jó. De bro, váj! Nem baj, szép volt, tesó. Szép volt, csak... Na, akkor már előre kellett volna menned, vagy akkor hagynod, hogy menjek, de mindegy. Nagyon-nagyon szép volt, tényleg GG. Ez egy nagyon szép meccs volt. De GG-ben mehet neki a chatre. Én pedig hozom akkor a... Igazából a jellegzetes mézes kalács skinemet, és akkor mehet is a kövi. És akkor én ezt be is rakom 10-re. És gyerünk akkor kitimvelek, meg DP a jump glitch, az remélem, hogy ő az. És akkor még lehet jönni 350-784, gyere jump glitch. Ő az, jó. És visszaállított eredetire a nevét. Na jó, nézzük. Hupupu! Na gyerünk, srácok, most már nincs kifogás, nincs semmi. Ez itt rekord lesz! Gyerünk, itt van a győztes csapat, itt van! Nézzük, kik vannak bent. Előzőből van benne valaki?
Az DP azzal a skinnel. Jó. Nem tudom, az előző par... De ott van Marci X-mes. Nem. Nekem Bence X-mes volt az előzőben. Nem baj. GG tesó, nem tudom, hogy itt vagy egy chaten, de tényleg nagyon szép volt. De ez mondom, ez nagyon jó 300 lett volna. Na. Íni, menjünk. Jó lesz ez, csak ez itt most már nagyon unalmas itt az elején. Ilyenkor nem tudom, most kezdjünk már beszélgetni valamiről, mert ez unalmas lesz. Most egy 15 percig minimum, de inkább 20 percig. 200-ig mondom azt, hogy unalmas. Meg lett a Wave 100 válasz, hogy meg lett a Wave 100 valami 280-nál estünk ki szerintem, vagy 270 valamennyinél. Szóval bőven meg lett, srácok. És a nézőkből is azért elég jól felmentünk. Mi volt a max, amit mért a YouTube? Ó, 2500, az nem semmi, srácok. A 24 órás streamben volt annyi a peak. Az komoly. Komoly testvéreim, köszönöm szépen mindenkinek. De azt még szerintem felül tudjuk múlni, hogyha megint elmegyünk addig, és akkor az emberek újra visszajönnek, mert visszajön az érdeklődési kör is igazából. Gyerünk, Jump Glitch, DPA, együttműködés, kooperáció, és minden, ami csak kell ahhoz, hogy most egy rekordot döntsünk. Nem baj, ha valaki elesik, a lényeg az az, hogy fennmaradjon a vizé, én, mert... Mert én live-olok, nem? Ez a lényeg. Na, ennyi. Látjátok, itt kerizem a csapatot, én töröm mindenkinek. Az igen, DP-a, köszönjük szépen. Ezt lehetőleg azért ne játszd el, majd ilyen Wave 300-nál mellett megkereslek. Na jó van, zsavát. Ez a chat, amit nagyba itt bagolgat, így nem tudom, beakadni minden. Kis lehetetlen bemenni. Hát, srácok, de attól, hogy ezt leírjátok, nem lesz jobb. Tehát most én ezzel mit tudok kezdeni, sajnálom, de... Ja. Jól lett, kis, milyen márkájú, tudod? Hát ez szerintem valamilyen kínai zécuc, de azt hiszem Fákja konkrétan ez a neve, hogy Fákja. Ahogy ezt magyarul is leírnád. Fákja. Szóval, ja. Lehet lesz 12 órás live, abba ha rájössz és eszedbe jut, akkor benézel? Ezt nem ígérek ilyet, tesó, mert nem tudok így, szóval, ja. Wave 22. DPA! DPA! Why are you doing this to me? Why do you beef with me? Ugorjatok ki, DPA Jump Glitch. Jön a kövi. Ádám Almási, köszönöm szépen a kisegítő szintű tagságot. Jaj. Na, gyerünk! Remélem már tudtok jönni. Bam, Jump Glitch, DPA. 688091 lehet jönni, srácok. Kik jönnek be? Marci X-mes... Nem tudom, hogy ezekkel. Marci X-mes az biztosan nem. Ajajajajajaj. Befrendelsz, az megvan oldva, de nem tudlak befrendelni, szóval nincs megoldva sajnos. Dominik, hogy tudok a Jump Glitch-el beszélgetni, mert nem jól vissza DC-n? Hát mit tudom én, hogy tudsz te a Jump Glitch-el beszélgetni? Nem én vagyok a Jump Glitch. Azért most várjál, DP-a megérdemelt. Állj ide, állj elém. Fel kell rúgnom téged. Bam. Ennyi. Ezt megérdemelted. Na. Pam. Param, 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 param. Reméljük Marci X-mes is legalább játszik annyira jó, mint Bence X-mes barátja. És ja. Az egész csatornám úgy indult, hogy moderátor lettem nálad. De és az, hogy indít be egy külön csatornát, vagy I don't know, nem tudom. Mindegy, örülök, hogyha segítettem. Ádám Almási, köszönöm szépen az 5 darab tagság ajándékozást, hatalmas nagy pacsi neked. Köszönöm szépen, hogy te itt támogatod a csatornánkat, és Ajsi is kapott. Na tessék, friendet, azt sajnos nem tudok kizélni, de tessék, kaptál egy tagságot Ádám Almásitól. Tényleg hatalmas nagy pacsi neked, köszönöm szépen, de nem kellett volna. Attól függetlenül tényleg köszönöm szépen a megajándékozottak nevében is. Hatalmas nagy pacsi neked. Mindenki, aki kapott tagságot, az szerintem írjon egy köszit azért minimum Ádám Almásinak. A csetre. No way. No Jump Glitch volt.
Ő is kap egyet. Ajaj. Na de engem viszont ne ütegessé. Saxi Elzi. Nem vicci. Ráduszítok mindenkit. Közben amúgy szerintem ez a kör után már lehet majd sign-up-olni azért a Hunter Tour-ra, szóval ja. Olidav Gaming, köszönöm szépen neked is az egy darab tagság ajándékozás, hatalmas nagy pacsi neked. De nem tudom, hogy most miért ajándékozik, meg veszik tagságot mindenki, srácok, ne rám költsétek a pénzt. Szóval, ja, de tényleg ettől függetlenül hatalmas nagy pacsi nektek, és ja, köszönöm szépen megint csak a megajándékozottak nevében is. De srácok, amúgy nagyon király lett a tagság szerintem. Tehát most direkt lejjebb vittem azt, tehát hogy a 400 forintosat azt azért hagytam meg, hogy aki már, akinek már van tagsága, az ne kapjon izét, ne veszítse el a streakjét. Illetve azért vittem le egy 200, vagy azért hoztam be egy 200-ast is, hogy tényleg minél olcsóbban, azért 200 forint szerintem az tényleg szinte véletlenül is megvehető összeg. Azért az egy kibírható dolog. És cserébe kaptok ugye színes nevet, kaptok tagságos live-okat, ma is volt egy például Rayman Legends, bár nem sokáig tartott, de attól volt. Kaptok emótokat, mindenfélét, szóval, ja. Na, Jump Glitch, no. Ne bántsa, Jump Glitch. Na, de érjünk már el valamilyen Wave 100-hoz, vagy ilyesmihez, mert nem jó ez. Addig legit én trükközni fogok, vagy nem is tudom. Valamiket megpróbálok beadni. Az átbagolásokat nagyrészt. Na szép. Jó, valahogy megoldottam. Bár nem tudom, hogy ez mi volt, de érdekes. Clutch. Ez a lényeg, hogy valahogy beadtam. Jó. Na, jöjjön már valami random akadály. Figyeljétek. Hopp. Nem, nekem ez most nem adta be. Ígyni. Haha, Jump Glitch. Na bro. Osztorolt. Az igen, hogy ki lettem lövelve felfele, mint valami ágyú. Gyerünk, Jump Glitch, törjed. Bam. Na. Nem adta be. Itt is próbálkozok már egy ilyen kis falon átbagolásokon. Na. Jump Glitch harasszol. Zoltán Langó, köszönöm szépen a kisegítő szintű tagságot, hatalmas nagy pacsi neked. Köszönöm szépen. Nagyon. Tényleg nagyon aranyosak vagytok, srácok. Köszönöm szépen, hogy támogatjátok a csatornát, de ettől függetlenül kérlek, ne rám költsétek a pénzt, srácok. Mert nem érzem úgy, hogy megérdemlem meg, hogy így nem tudom, tényleg ti költsétek rám a pénzeteket. Ingyen van a content, amit csinálok, nem véletlenül, nem érzem, hogy egy az, hogy ez annyi, akkora minőség, illetve hogy azért nekem pénz kellene, vagy hogy lehetne pofám elkérni. Pontosan ezért van az, hogy a tagság az 200 forint, és nem tényleg igazából az is kb. Csak az emótokra való, meg hogy mondjuk jobban lássam a... Ilyen van, ember! Ilyen van! Nem hiszem el! Hihetetlen! Ezt tényleg nem hiszem el! Ember! Mit csinálok? Why am I doing this? Jó. Hallott kis, meg tudod majd nézni, mit írtam DC-n? Hát írd le, és akkor egyszerűbb, nem szoktam nézni így random DC-t. Ha megyek Doodlebobbal, és akkor várjatok, srácok, na most ezt figyeljétek. Most betelt a pohár. Ezt figyeljétek, na ez! Ez a nem semmi. Aha. Na várjál. Játék felvétele, és ezt én be tudom állítani egy izé. Mit első képen jön, nem? Viszont... ez így jó lehet. Jó, várjatok. Hoppá. Így mi. Nyújtott képernyős Stumble Guys, vagyis csak nektek nyújtott képernyős, nekem nem.
meg nagyon-nagyon low quality. Na gyerünk srácok, így fogunk most játszani. Wapapa! Várjátok, DPS jump glitch-et meghívom. 750-523 a kód. Gyerünk, lehet jönni. Na, így nem. Ez a nem semmi. Ez a nem semmi, srácok. Ez a nem semmi quality. Most meg lesz a Wave 400. Hát, hogyha ezen a quality meg lesz a Wave 400, és ezt kell majd videóba raknom, akkor lehet, hogy sírni fogok. De figyelj, nem érdekel. Na. Mindegy, van körülbelül szerintem egy milliárd FPS-em. Ugye nagyon-nagyon low quality miatt. Szóval, de itt van. Ez tényleg mint valami flashes stumble, guys. DP-t közben egy kicsit hettopolom, sorry. Wapa, wapapa, wapa. Ó, jump glitch is jött a doodlebobba. Ciao. Wapapa. Na, miért az ajándékos van neki beállítva? Mert van egy sokkal jobb izém. Footstep-em hozzá, de mindegy most már. Na, bagolgassunk, mert unatkozok. Már de ott sokan mennek. Dominik Tryharder 11, köszönöm szépen a kisegítő szintű tagságot, hatalmas nagy pacsi neked, és nem tudom tényleg milyen tagsági láz ébredt fel most az emberekbe, de köszönöm szépen mindenkinek, aki támogatja a csatorna működését tényleg a tagságával. Hatalmas nagy pacsi neked is, köszönöm szépen. 32 legyen, srácok. 32 emberre az életben nem fogunk elmenni ezéig. Sok vévig, tehát, ja. Vat SG, köszönöm szépen neked is a kisegítő régi tagságot. Köszönöm szépen neked is a támogatást a csatorna financiális, igazából jóléte felé. Milyen professzionális szavakat használok. Neki csak annyi a lényege igazából, hogy nem tudom így kiemeljem azt, hogy tényleg mennyire hálás vagyok nektek. Úgy konkrét jelentőség annak, hogy ilyen szakmai lingualizációt használok. Nincs. Na szép jump glitch, na szép. És ha kitörik, akkor mi van? Wapá! Mondom, meg lesz a izé. Wave 400, ezzel a grafikkal. Simába. Aha, na itt én szerintem most még kicsit vigyázni fogok mostantól. DP, aki esett. No way. Gatya. Wapá, na, wapapá. Szépen ma ott valaki közben kiugrott, és hát kizelt. Csinálj 32-eset, kérlek ki, srácok, most egyelőre nem 32-es lesz, hanem 10-es, mert mondom, az a lényeg az egésznek, hogy elérjük a Wave rekordot, lesz majd ilyen plusz néző is, lehet majd Lega VD is, meg mondom, úgyis lesz majd még Hunter Tour is, lehet majd mindenféle, de ja, most kicsit legyetek türelmesek, kérlek, srácok, mert ennek a live-nak most nem is az a lényege, hogy mennyi nézővel fogok játszani, hanem hogy nem tudom, drukkoljatok ti is, hogy megdöntsem a rekordot. Szóval, ja. De az, hogy leírod, hogy de léci, ezzel most nem tudok mit kezdeni, tesó. Úgy könnyebb lesz, nem lesz könnyebb. Minél több ember, annál rosszabb. Ez a 10 is nekem nagyon sok. Én ahhoz vagyok hozzászokva, hogy jump glitch-el 2-esbe nyomjuk. Még azt mondom, hogyha jön DP a Joker, vagy valaki még mellé, akkor még hárman az oké, ez nem sokat változtat, de nekem ez a 10 is rengeteg, srácok, amúgy csak mondom. Szóval, ja. Mi van a képernyővel? Direkt, mi az, most low grafikán játszok, mert felidegesítettem magamat. Így megmutassam, hogy low quality. Igazából ennyi. Mert folyamatosan irkálták az emberekkel, hogy rossz a minősége a live-nak, szóval megfogtam, és a Stumble Guys minőségét levettem a legkisebbre, amire csak letudtam. Szóval, ja. Viszonyat a fagyi. Amúgy késik a live, valamennyit biztos késik, nem tudom, hogy pontosan mennyit, szerintem ilyen 7-8 másodpercet késhet talán. Jó. Wapapa, ezt igazából le tudjuk tesztelni, hogy mennyire késik a live. Azt mondom, hogy hol írja, hogy mennyi ideje az élek színimelek, ne várjál. Akkor én azt mondom, hogy mindenki írjon le egy O betűt. 10-kor kimondtam, nézzük, mikor jönnek meg az első O betűk, és akkor tudjuk, hogy mennyit késik. Levonunk belőle mondjuk egy másodpercet, amíg valaki leírja. És ott is van az első O. És várjatok, akkor kettőt. Hát akkor, akkor egy 10 másodpercet, 10-11 másodpercet késik a stream. Na.
Ennyi. Közben aki éppen így most érkezett meg a live is annyit le... Vicces. Na jó van. Wapapa. Rapapapapa. Rapapapapa. Rapa. Parapa. Az igen, jó magasra feldobott. Na, Doodle Bob. Nem tudtam ezt beadni sajnos. Csücsücsü. Na, érjünk már el tényleg valami wave 150-ig legalább már, mert ott is unalmas még, de... Ott már egy fokkal jobb. Kérlek, hívd be barát, bara Fortnite-ozik. Barát elragadta a Fortnite-tér. Fortnite függő. De amúgy kajak. Csak mondom. Ne legyen már vége a spamnek. Már vége lehet a spamnek, srácok, már nem kell. Szóval is nagyon szeretlek, és végre megengedhetem magamnak, hogy tag legyek. Köszönöm szépen, tesó, hogy rám költöd a pénzed, de mondom, ne rám költsd. Ez nem ilyen dolog, hogyha szeretsz és támogatni szeretnél, akkor nyomj egy feliratkozást, meg egy lájkot nekem, ennyi bőven elég. Opa! Na ez nem semmi, láttad Jump Glitch? I'm doing it too. Arra! Ha? Nem, nem adja. Arra! Hát most nem fogom ezt próbálgatni. Mindegy. Majd hogyha olyan pálya jön, akkor simán. Arra! Hopp. De bro... Jó, mindegy. Megyek át. Így, né? Na jó van. Nem, nem adja be. És Jump Glitch meg, érted? Egyből beadja és lefekszik a karakter. Leszarom, jó? Oké, mindegy, úgyis izé. Menet után nevezd be Hunter túrjára, megyek is, megyek is. Na jó, várjatok, hova kell benevezni? Classic, itt is van kód Hunter. Ott is vagyok, you're all set. Very nice. Na akkor visszaállítom a mizét, és innentől nem szeretném akarni senkitől, hogy rossz minőségű a stream. Na, átalakítás, nyújtás, a kijelzőz. Na ez a nem semmi, srácok, látjátok, visszatérünk. 480, Shadow High, HQ Models, Anti-Aliasing, minden is. Na látjátok, asztalat rendesen, mint valami új világba csöppentem volna. Na még egy kört, mondd, hogy uvu. Parancsolj. Ez a footstep kell hozzá, ez rohadt jól néz ki. És mehet szerintem még egy... Jó, akkor menjünk el... Menjünk most izét, egy leg a BD-t, így mindenkivel, így... Ja, de várj, nem, mert akkor majd megyünk egy leg a BD-t később, menjünk egy Endless Blockdash-t, úgy lekorlátozva, aztán pedig megyünk így igazából mit csinálni, hát... Hogy mondjam, legendary blockdash-ezünk egy picit, ott lehet ütni, rúgni, mindenfélét csinálni, kivéve villámozni, és ja, utána megmegyünk Hunter Cup-ra. Hogyha tényleg így, nem tudom, mondjuk most összehozunk egy tényleg nagyon jó izét. Kis emlékszel, amikor először lett meg az 1000 néző live-ba? Persze, hogy emlékszek. Jó, be is voltam még ott szarva. Azt ezen a streamen meg már így, nem tudom, basic, így ilyen 2500 peak néző volt azért. Az elég komoly, mert most elég büszke lettem amúgy, így csak mondom. Na jó, úgyis mondtátok, hogy izé, 32 emberrel könnyebb. Na, akkor szeretném, hogyha ez bebizonyosodna, és most elmennénk 300-ig már, 280-ig már elmentünk. 300 a minimum, de inkább rekord. Azt a rohadt srácok, össze-vissza rugdossatok, ne rugdossatok, nem arra van a rugdosás bent, hogy egymást bántsátok, arra van, hogy az akadályon átmenjetek. Tudjátok, ez mennyire idegesítő? Ki fogom venni? Azt akkor, aki ez miatt meghal, az majd menjen izé, mi az sírni azokhoz, akik meg így rúgdossák fel a többieket, mert miattuk lett kivéve. Tehát srácok, legyen már ennyi ilyen, nem tudom, becsületetek, hogyha most megkérlek, akkor nem csináljátok. Hogy most tényleg ezért meg kell jegyeznem a neveket, azt ki kell getnem, vagy ezért így meg kell fognom azt ezért, mi az, ki kell tiltam a kicket a partiból, mert nem tudjátok normálisan használni, most ez milyen más, srácok. Na. Hoppá! Emlékszem, hogy ott akkor énekelted a nyári gyereket, nagyon jó volt. Ja, hát, ja, voltak ott ilyen éneklős dolgok, de hát azelőtt is már megvolt ez az elnéző még Minecraft Live-ba. Megértem Orange Bunny, és köszi szépen, hogy itt voltál. Hogyha esetleg még nézed, akkor továbbra is jó szórakozás, de hát én szóltam az embereknek, hogy
hogy így lehetőleg hagyjanak lehetőséget más embernek is, na de nem, én ezért nem játszok 32 emberrel, srácok, ezt mondom. Na, most teljesen más emberek jöjjenek és menjünk legendary blogdashezni, jó? Enable all. Ennyi. Lehet jönni 7-9-5-0-0-5, remélhetőleg most már más emberek fognak jönni. Na, én meg, hogyha most itt is valami, nem tudom, nagyon szar lesz, várjátok közben. Dávid Kármán, köszönöm szépen a kisegítő régi szintű tagságot, hatalmas nagy pacsi neked, köszönöm szépen. Ezt ügyeljétek, hogy mi van nekem. Arcade gép. Nagyon komoly. Jump glitch már látta. Nagyon komoly. Noel nem halt meg. Nem tudom, hogy vele mi volt, azt ki látta Noelnek a mai live-ját amúgy? Ki látta? Engem néz majd végig, hogy? Hát én foglak kijutni, jump glitch. Ajaj, na itt már közben kezd elszabadulni a pokol, mert most ugye minden emót lehetséges. Szóval Noel live-ját nem tudom, ugye, hogy ki látta, de hogy látom azért jó sokan. Azért komoly. Palival amúgy mi lett a végén, mert annyit mondott, hogy éj jó. De nem köszönt el rendesen, hanem csak olyan volt, mint hogyha el akarna köszönni. Tehát most vagy izé, így hamarabb állította le a live-ot, mármint, hogy így, mert ilyenkor van egy ilyen kis, és akkor amiatt. Vagy I don't know, elment az internet, de viszont akkor kíváncsi vagyok, hogy végül merre jutott ki az erdőbű. Kíváncsi leszek. Lesz valami fejlemény. Ráírok. Na. Álljunk le. Én meg fogok készíteni, csak ugrálgatok össze-vissza. Mert ki fognak kombózni. Mert csak rám jönnek úgyis. Nagyon irritáló, de tudom, és nem is az, hogy én kértem, hát én mondtam, hogy ez most egy ilyen kör, de már elfelejtettem, hogy ez mennyire is idegesítő. Na, az szép. Jó, sikerült. Azt én megvárom, hogy robbantsák magukat. Bam! Ó, milyen is... Ó! Ó! Azt láttátok, az mekkora klip! Az mekkora klip, hogy egy ilyen, mi az, backflip, és utána így helyreállt. Mekkora volt már ez? Na, jump glitch, kiestél? Nem baj, majd nézz. Szóltam. Engem miért nem enged be? Hát tesó, mert egy órája elindult azért. Tehát, srácok, állítsátok be a sebességet kétszeresre, és akkor a lehető legkevesebb késéssel tudjátok nézni ti is a streamet. Ez egy ilyen lifehack, amúgy csak mondom, nem csak nálam működik, hanem az összes streamernél, Hunternél, Noelnél, bármilyen YouTube streamernél, hogyha van mondjuk, mint amilyen Stumble Guys, vagy valami, hogyha hamarabb akarjátok látni, mint így az átlagos többség, akkor így igazából megfogjátok, és tényleg a izét sebességgel szórakoztok, és akkor az ameddig lehet, addig felgyorsítja, utána meg ugye vissza jön normára, mert nyilvánvalóan egy live-ot nem tudsz nézni kétszeres sebességben, mert egy idő után a időt utaznál igazából. Ja, hoppá, jó, meg időben benyomtam a tauntot. Hát igazából megfogad és csak tauntozol, úgyis kirobban az egész. Na, gyerünk, jump glitch, szurkolj nekem, hogy legyőzzek mindenkit. Hoppá! Na. No way. Uj. Ne! Jó. Jó, átmentünk. Ez egy jó meleg helyzet volt. Az igen. Na, várjatok. Ne, bro, elrontom! Nem... Na, nézzük akkor most már ki fogja megnyerni, most már erre kell. NTT Chris, GG. Szia, te hangod, miért nem olyan, mint a nem élő adásban? Mi van? Ugyanolyan hangom van, nem? Szerintem, de... Vagy legalábbis olyannak kéne lennie. Mi Noel live-jának a címe? Miért nem hagytak kint a live-ot? Várjátok, mindjárt elnézek. Közben.
Várjatok. Csinálj 32-es, még egyet, de Only Punch is kik legyen. Várjál. Csak közben hozok valami ízét. A Squidward-ot elhozom, ma úgyis megvettem az offert, még nem is használtam. Na, így né, és akkor... disable all... nem tudom, ennyi, elég. Na, gyerünk. Invite all, és mehet 8-2-2-7-2-0. Lehet begyűnni. Na, közben már ott is van a 32-es, de amúgy ja, a 32-esen van, tehát nem tudom. Már az előbb írta valaki, hogy legyen 32-es, de hát így is úgyis 32-es a lobby. De hát ott van, nézd, egy Noel stream, hogy beírod, azt az első, amit kidob igazából. Na, kis pögeti boss. Szóval. Most már nem lesznek ilyen izé, se villám, se spatula, se mit tudom én, semmi. Csak gyönyörű. Ezek, ohohoho. Gustavo. Hát valahogy én azt nem hiszem el, hogy ez legit, szóval lehet, hogy kapsz egy reportot. Aztán belge egy Discord cejvelje. Szóval, ja. Nem mondogatok semmit, elég volt az új is. Nem vagyok víb. Na. Why? Miért van itt ennyi ember? Rendesen rosszul vagyok. De várom már a túrt. Mert ez a 32 ember, ez brutális. Ez rengeteg. Nem is lehet élvezni a játékot kb. Tényleg, amíg jön egy ilyen erősebb akadály, onnantól lehet elkezdeni normálisan játszani. Megöltem Gustavot, GG. Hohoho, hogy jött volna már rá mindenki kombózni? Azt láttad, hogy megindult, hogy 5 ember felém? Csak szerencsére felkeltem, nem tudták megoldani. Hoppá. Hát ezeket még nem hívnám azért nehezebb akadályoknak. Legalábbis szerintem azért ezek még egész korrektek. Itt is fixen ki fog esni valaki. Fiad, miben? 10, mindjárt 11. Mindenki átjött ezen? Wow! Ezen azért csak átjön mindenki. Hoppá! Nem, ezen már van, aki elakadt. Még egyszer ugyanez? Na, most már egy telegesen nehezebb akadály jöjjön már, ne egy ilyen izék. Alapok. Na. Nem történt semmi Noellel. Igen? Nem vágom, nem mondom én, amikor vége lett a live-nak, azóta nem néztem semmit. Csú, mondjó. Wá. Noella mindig van valami. De amúgy ez ilyen no joke. Miért nem? Most így tényleg gondoljátok át, már mennyi izé volt. Már feltörték. Volt mindenféle izé, tényleg összesféle dolog. No! Ah! Jó. Kicsit most chill, már félek. Na és tényleg akkor elkezdednék én is ütögetni, mert én eddig nagyon pacifistán játszottam. Hoppá, hopp. Ennyi. Szép. Mézes kalács kapott egy olyan orbavágást. Vége van. No way! Bro, az hogy nem kapta a hitet? Palink. Ne, DPA! Nem tudtalak leütni. Na. Jó van, DPA, most már álljál le! 1v1-be véged van. Na gyere, várjál, ejtsünk ki mindenki gyorsan. No way! Nem tudok visszaugrani? Hát, oda már nem tudok visszaugrani. Ezt a szart! Na jó! Elegem van, DPA-val akarok egyvégyezni, felidegesített. Gyere DPA egyvégy, még ezt meg megnézzük. Live-olod a Hunter-t úgy? Szerintem az... valameddig igen, ameddig szerintem én benn vagyok, addig mindenképp live-olom, de tovább búcsítom, mert nincsen spectator, akkor az Hunter-nek a túrja. Egyvégy, engem is inv... Az elején csak izé, akkor most gyere be, de nem egyvégy, majd csinálunk akkor olyat is. De most egyelőre DPA-val akarok én, akkor jöhet spectatornek, ha gondolod, vagy nem tudom, hogy abba akarsz-e. Utána felőlem mehetünk izét.
Mindjárt megyek DPA, csak izé, mondom, megvárom. Megvárom most már őket. De Jumglitch, akkor most akarsz jönni, vagy akkor azt még nézed live-ból, aztán majd utána? Ja, azt nem tudom, mire írtad, gondolom erre. Hogy hagyhatnád ki. Na jó, én addig bekapcsolom az arcade gépemet. És várjatok. Ott is van, na megyünk játszani közben. Tü-tü. Ennyi. Na, indul. Battle! Azt figyeljétek közben, itt indul az arcade gépem. Egy players. Hogy kell? Hogy kell? Start. Start. Na, hol vagyok? Várjátok, én nem értem ezt. Gyere, önközben én itt játszok nagyba. Szóljatok, hogyha vége van ma. Gyerünk! Na, közben megy ez még? Most már biztos leesett valaki. Ó, oh, mi? Triplázott már majdnem a pali. Jó, szerintem elég lesz. Na, mehet. Na, gyere! Gyere, de pa! Akkor várja le, akkor várja a jumpglitch-et is behívom. DP a jumpglitch, így. Gyertek gyorsan. És akkor most mehet az 1v1. DPA! Szóltam, hogy gyere. Na, DP agszazó. Meg Jumglitch. Na. Mert. Na, közben megittem a zöld támat. Gyere, döpéja! Gyere! Hoppá! Na, gyerünk, le kell győznöm DP-ját. Hátha. Hoppá, no. Jungle is nem akarsz kiugrani a spectatorni, vagy nem tudom, nekem jó, így is, igazából. Hát kicsit késő volt, de... No para, na az egy szép izé oda-vissza volt. No. Csak én megfogunk, azt átmegyünk, bam! Na, cápacit ki kell ütni a izének. Tunyacsápnak. Tunyacsáp nem játszadozhat. Furujával kell kiütni. Mint a izét spongját. Nem lehet ütni, mert ez... Igazából egy taunt az egész, tehát mindegy, hogy ki hogy üt, kit, mit. Hogy? Ne! Ember, magamat kiízélem! Ez mi ez a szar, ember? No way! Ez egy rematch. Vagy menjen az 1v1v1 Jumglitch, nem tudom mennyire akarsz ezélni, de GG. Na? Kis írtam neked Instán, majd megnézed, Insta üzeneteket nem szoktam nézni így nézőktől, mert az is nekem ilyen személyes. Nekem 8, akkor még menjünk egy 1v1-et DPA. Ez szánalmas volt, sajnos tőlem. Noel élőjének a címe, vajon kijutok az erdőből élőbe? Jaja. Srácok, ne gyertek be, please, most DPA kell nekem. De ne, hol van a pali? Ne! What the fuck, Kesú, ne gyere modda, hülye vagy? Ki fognak bannolni, ember? Na? DPA jössz vagy sem? Chat.
re írj, ha jössz, ha nem jössz, akkor is. Creating party, na jó, oké. Okay. Resetelni kell szerintem a Stumble Guys-omat. Csodálatos. Na, jövök, okés, csak várjál, mert közben itt beizélt. Na, hozok valami jó skint. Na, töltsem már be a játékot. Na, várjál, mit hozzak? Hol van az a skin, amire... Ez kell. De nem, így. Ez az ilyen nagy tryhard skinnek néz ki. Wow. De várjátok, most újra be kell állítani. Jó, mindegy, én bízok benned, DPI, nem hozol villámot. Én bízok benned. Na, gyere. Jó, király. Na, akkor second try, eddig akkor 1-0 DPI-nak, mondjuk azt. Na, 16:30, egy fél óra múlva indul Hunternek a túrja. Addig igazából egyezgetünk, meg nem tudom, még nézőizgetünk, meg mindenféle. Na, DPI is most jött már egy ilyen izé, tryhard skinnel, na akkor mondjuk az volt a bemelegít. Na. Szépen. Majd jump glitch később. Ja, mert nem tiltottam ki a hágot, fú. Hát ez egy ilyen kölcsönös izé volt. Hoppá! Szóval jump glitch-et tögeti, vigyázzál, mert az akkor visszaüt. Na, ez megint csak egy gyönyörű oda-vissza volt. Na, jó, és akkor szerintem most mondjuk azt, hogy 0-0, jó? Mondjuk azt, mert ez körülbelül az a fajta kiesés volt, mint nekem az előző. Jó? Akkor mehet. Csak még jump glitch-et gyors kiespézem. Kis Noel tett ki egy képet egy erdőről, és azt írta oda, hogy chat. Na, DPI, majd akkor gyere még egyet, és akkor az a döntő. Mert mondom, most ez se volt egy kiesés, ami most izéte csináltál, tehát ez... Semmi közöm nem volt. Na, közben jump glitch az itt izél. Elhiszi. Az igen, asztorolt. Tessék, ne jöjjön jump glitch, mert mindig minden menetben punch lockom van, és ez az mi köze van jump glitchnek? Na jó, ez jó. Nem jöhet jumpy. De miért? Mi köze van jump glitchnek hozzá? Mert punch lockom van, de ezt értem, de hogy az mi köze van? Miatta sajnos. Jó, oké, figyelj, akkor most nem jön, sajnálom, majd utána jön. Van egy ilyen bug. Jó, majd mindjárt jössz jump glitch, oké? Csak hagyj játsszuk már le ezt a rohadt kört. Na, gyere DPI, akkor gyorsan. Na. Akkor most jön döntő. Na. Pa-pa-ra-pa-pa. Kebb DPI a béna. Na, nyugi jump glitch. Majd mindjárt jössz, majd lesz 1v1v1. Na, jó van, nyugi, ne spamelj. Na, gyere. Most eldől. Eldől ki a Stumble Guys-ab. Vapapapapa. Sütj. Jó. Így, ni. Eddig egész jó. Én is akarok jönni. Tesó, az előbb modos névvel bejöttél. Leave me alone. Hát ez sajnos nem jött össze. Úgy, ahogy én azt szerettem volna. Na. Pam. Na jó van már. Chill out. Why are you mad? Why you mad, bro? Vapapá. Kis szépen aranyosba. Na. Nyugi van, DPA. Le lehet nyugodni. Ez nem punch lock volt. Na jó, gyere még egyet, mert ez még mindig nem volt jó. Az ilyeneket át tudom érezni. Na várjátok, közben, amíg mindjárt indítom a kövét, még addig ránézek a Konuelnek a izéjére, posztjára. Kajak, kirakott chat. És egy ilyen képet az erdőről.
figyeljétek, hogy vártok, ezt most hogy mutassam, most képen nem fogom letölteni, de itt van chat. Na, erre majd kíváncsi leszek. Na gyere DPA, menjünk még, mondom, ne ping miatt veszíts, meg ne ilyen baromságok miatt, na. Gyere, az legyen a kiesés lényege, hogy most valóban tényleg valaki okozza a másiknak a kiesését, hogy úgy mondjam. Tök mindegy, hogy ez TNT-vel, headtop-val, kikkel, SP-vel, sima páncsal, bármivel, annyi a lényeg, hogy legyen közünk hozzá. Várjatok, közben, hogy látszódjon. Na, így, mondom, ennyi a lényeg, aztán már tényleg menjünk akkor Junglich-el egy-egy egyezni, aztán lassan már indul a túr is, szóval. Hoppá. Hát sajnos pont nem volt jó, de mindegy. Nem, nem sikerült. Az a baj, ilyenkor nehéz beprediktálni ezt az egészet. Hoppá! Jó, ez megint csak egy ilyen kölcsönös jólét volt. Hoppá, na gyere! Na, nem sikerült dessel, nem? Na, jó van, ez most egy jó kör lesz, én úgy érzem. No way. Na, bro, na, na. Hell na. Hell na. Again. Kis láttam, hogy kipróbáltad a Rayman Legends, mindjárt meg is nézem, hisz már megtudom. Ja, igen, volt a csak tagoknak live. Junglich, mióta játsz a Stumble Guys-t? Hallottad a kérdést. Én már lopja a szövegemet. Jó van, na rám ragad, nem lopom, ember, csak sokat beszéltem veled mostanság, és rám ragad a szöveged. Na. Már full úgy fogok a végén beszélni, mint Junglich. Remélem egyszer játszani is így rám ragad. Na jó, most már tényleg utolsó köröt, utána már hívjuk szegény Junglich-et. Most ez így pontosan mi az eddig jó, bár mondjuk ez mondjuk neked volt közöd a kiesés, ez nekem mondjuk a tiéd, ez nem igazán, de valami látványosabb kéne, nem egy ilyen random kiesés Spike-nál. Nem mondom, hogy SP, de hát az lenne nyilván a legszebb. Valamelyikünk a másikat kiespézni úgy szép gyönyörrel. De hát sajnos ez még egyelőre nem történt meg. Na, nem. Jó. Oké, egyelőre király, semmi gond, megoldottuk. Bár közel volt a probléma, de most ez éppensége pont megúsztam. De nem már ember, tehát hogyha most jó irányba ugrok, mert itt közben én itt azért fanolgatok, és én nem fanolgatok, de hogy mondjam, egy helybe ugrálgatok kb. De amíg ő irányába elugrottam volna, és jókor megnyomom a izét, akkor kint van a lézerbe. Nem. We are not playing like that. Na gyerünk. Hopp. Bam. De utálom ezeket a TNT-ket tényleg, hogy most már nem lehet látni, hogy felrobban. Na, nagyi. Mit mászkálsz? Nem mászkálj. Na. Ennyi, itt is szépen átmegyünk. Hoppá, na. Fú. De a random ilyen flying punchok, ezek idegesítők. Jó? Nem? Na jó, most már be kell aktiválni ezét. Hm? Jó. Átmegyünk. Legyen speciál imót nélkül, de srácok, annak az 1v1-nek mi értelme van? Az igazából egy vévezés kb. Vigyázz kis, én neked szurkolok. Még mondanám, hogy menjünk még egyet, mert ez körülbelül az a fajta leesés volt, mint amit az előbb te beadtál, és ez még mindig nem win. Kis brutál spatula. Legyen izé, spatulázzak, hát ez... Petya.
Gatya. Na jó, de éppen mondom még egy utolsó után itt, jó? Mert nem tudom, még mondom, akarom, hogy legyen valami íze szép. Jó, Jamgics még egy gémet bír ki, jó? Egyetlen egy gémet. És én most megfogom, és figyelj, berakom a spatulát izé helyett. Punch helyett, nem tudom, hogy ennek azt hiszem nagyobb a reach-e. Valami ilyesmi, de nem tudom én már mi van. Na, gyere DP-a gyorsan, mert ez megint csak most ezt így lezárni. Nyugi Jamglitch, mindjárt már. Csak akkor gyere DP-a, mert be fognak jönni helyetted. Ezt mondom. Na jó, again. Second try. Gyere DP-a, gyere DP-a. Spatulán nagy az idő. Nem baj. De azzal olyanokat ütöttem Hunteren, amíg valaki emlékszik. Ez vége. Most ez már úgyse ilyen izére megy, hogy ilyen vérre megy, hogy izé úr, mekkora egy who cares, tehát igazából nem tudom, játszunk. Hú, ez tényleg jó nagy a cooldown-a izén. Spatulán. Az átbagolásokat most már egyre jobban be tudom adni szerencsére. Hopp, 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 hopp. Hoppá. Ré. Hoppá. Ré, ré. Hoppá, ré. Hoppá, ré. Na. Ez aztán komoly. Zsolt, köszönöm szépen a kisegítő szintű tagságot, hatalmas nagy pacsi neked. Köszönöm szépen, hogy támogatod a csatorna működését. Financiális hozzájárulásoddal. Előfizetéses módon. Na, ez egy gyors kick. Hoppá. Na nézzük. Spatula versus punch. Ezt mondhatjuk így is kb. Na. Hoppá. Mi a neve amúgy? 0 TZ. Miért TZ? Ez mit tud? Gondolom tournament. Z. Nem tudom, hogy mit jelentett. Nem herc akar lenni? Csak akkor meg ilyen 60 herc, vagy 144 herc, meg ilyenek kellene, hogy legyen, nem? TZ Turvin. De miért Turvin? Vagy akkor miért TZ? Vagy... I don't know. Na, benyomta a tauntot? Benyomta a tauntot. Turz. Ja! Ember. Ez a StumbleGuys nyelvezet azért halálos. Ennyi. Látod, taunt nélkül átmegyünk. Hoppá, Lakatos Dominik, köszönöm szépen a 200 forintot, hogy szupercsetet, hatalmas nagy pacsi neked. Ijjjjjj! Na, most ez nem jött neked össze. Vapapam. Jó, így itt megfogunk, és igazából csak megyünk. Így, né? Felugrok annak a tetejére is, és még egyet. Bomba csak a pik. Ne! Ember! Fú! Jamglitch, köszönöm szépen a kisegítő szintű tagságot, hatalmas nagy pacsi, neked is. Köszönöm szépen, köszönöm szégyen. Na várjátok, még 17 perc van, most már mehet a izé, vissza is váltok a izére, GG DPA. Mehet a... mondjuk, hey, legyen ez a skin. És akkor most már hívom izé Jamglitchet is, és akkor... Srácok, most hogy értsétek, Jamglitch, vagy mi, Jamglitch versus Kis versus DPA, tehát... Három ember egymás ellen. 1v1v1. Ez a lényeg igazából. Na! Jó lesz ez! Jó lesz ez! Na. És srácok, olyan Ferrerom van, összeszarjátok magatokat. Grand Ferrero. Legyen... Tiketten versus Saints. Legyen 1v1v1.
Nem akarok itt tímelgetni, nem tudom, mert közben meg elfelejtem. Ütök, akit látok, jó? És ó, bennmaradt a spatula. Na, ú, na, ki kellett volna szednem jump glitch miatt az emótokat, mert hágolni fog a pali. Na, nézz oda. No. Jó, az köszönöm szépen. Na jó, a hug lesz az első, amit kiveszek a következő körben. Lakatos Dominik, köszönöm szépen az egy hónap hosszú tagságodat már is. Hatalmas nagy pacsi neked. Köszönöm szépen. Áááá! Pedig hogyha az izé eldesselek normálisan. Jump glitch itt ölelget mindenkit. Mint valami izé creep. Jó. Na. Szép. Most engem nem érdekel mennyire cringe, de labdázok, mert why not. Nincs kedvem a fal mellett átmenni, mert az nem olyan biztos. Pedig egyszer beadtam, szóval teoretikailag működnie kellene. Jelenleg is. Hoppá. Na. Az igen. Jó, oké. Okay. Ennyi. Eddig úgy tűnik, hogy egyelő az állás, bár szerintem... Ja nem, DPA most meghalt, nem tudom mi történt, még nem láttam. Hoppá. No way bro, no way. De ő is leesett tűzsézét, na jó van, na já. Veszem a szarba egy a spatulámat. Kettő a ezét, hágot kiveszem. Durván. Ne gyerünk. Így megfogom. Már hág. Többi az engem annyira nem zavar. Láthatatlanság is zavar, azt is kiveszem. Na mehet. Lehet jönni DP a jump glitch. Menjünk aztán utána, tényleg már megyünk egy pár kört, aztán mindjárt kezdődik már Hunternek a turnamentje. De... DPA... DPA legyél gyorsabb, please. Na. Jöhet. DPA, jump glitch. Közben én addig, srácok, amíg az indul, tényleg megmutatom még egyszer ezt a... Tehát a Ferrero-t ismeritek, a kis golyót, ami olyan, mint a Raffaello, csak az a, hogy mondjam, a csokisabb változat. Szóval, ja. De no way... Várjál, de mit lagod? Várjál, ez nem az igazi jump glitch, akkor... Ah, jó, várjál, DPA mindjárt, bebagolt. Jó, mindegy, most akkor úgyse látják a kódot, addig csak beinvelek titeket. Szóval itt van, ez egy hatalmas nagy Ferrero golyó. Szerintem mindenki tudja, hogy milyen a Ferrero golyó. Ez nagyon komoly cucc. Nagyon jó cucc. Na, jump glitch is itt van. Jó, közben ezt én megfogom és... letéptem. Szóval szépen lassan, majd ha kiérdemeltem, akkor ehetek belőle. De addig is visszatérve ide. Tadám! És most kivettem már az összes idegesítő emótot. Ha csak nem valami... No way, hogy snowballozgatni fog. Tehát, hogy akkor én nagyon ki fogok égni. Menj már innen, pali! Mikbe vagy? Hagyjál végén a szaros snowballoddal. Tudtam, hogy valamit fog hozni. Azt hittem, hogy ez a Tetris-es emótot akkor... Ez hol lehetett megszerezni ezt a izét? A snowball speciál emótot. Na, DPA. Nyugodtan. Hoppá, ennyi. Kettőt egy csapásra. Hoppá. Na, Jambic, álljál már le a snowballoddal. Jó, valahogy még innen is vissza tudtam jönni. Na jó. DPA-t ki kell ütnöm, mert az előbb is rám jött, és most ez nem jó. Hoppá! Jump glitch, meg úgyis csak... Ezél... húgolyózik, na! De ember rám jönnek, ketten! Leave me alone! Leave me alone! Na! Azaz. Na, jump glitch, ne bánts! Ne bánts! Ne glincselj! Glincselj! Grincselj! Jump Grinch. Megvan a karácsonyi neved. Amelyik egy kicsit már elkéstem vele, de Jump Grinch. What a name. Jó. Oké.
És így dobálózik a szaros hógolyójával. Bam, bam, bam. Na. És érted, itt is ledob. Mekkora izé már. Na. Csak a bántás megy. Nézz oda. Hopp. Jump glitchet elvertem 1v1-be. Easy. Jobb vagyok jump glitchnál. Ennyi srácok. Clip. Clip that. Clip that. Clip that. Clip that all. Láttátok? Elvertem jump glitchet. Jaj. Na. Közben 16 óra 50 van. Na várjatok. Azt kéne, hogy mehet egy nézői legendári blogdash, és én kimegyek pisilni közben. Szóval felrakom 32-esre, ígyni, és akkor lehet jönni 690-440. Most jöhet bárki, 32-es, én kiugrok az elején, és elmegyek pisilni. Jó? Ez egy perc, kettő maximum. Jó? Jöjjön be mindenki, nincs modder, ahogy látom, király. Nézz engem, jó, nézlek téged. Na, gyerünk. Hop hop. Na. Very nice. Én itt megfogok és kiugrok. És átrakjuk jump glitchre a kamerát. És akkor én mindjárt jövök, srácok. Na itt vagyok újra, srácok, látjátok, mondtam, hogy nem megyek el sok ideig, csak így épp hogy. Na, közben akkor ezt nézhetjük, és én felbontom a Ferrero csokimat, aztán mindjárt indul már a Hunter Tour, amit feltételezek Hunter barátunk nem fog streamelni, úgyhogy ezt a nemes feladatot én át is veszem. És, ja. Hunter live-ol, hát srácok, szóljátok, hogyha live-ol, mert mondom, én nem akarok tőle elvenni semmilyen nézőt, meg semmilyen kontentet, szóval ha live-ol, akkor én átridelem hozzá a nézőket, ha meg nem, akkor igazából elive-olom én. Mert játszani így is úgy is fogok rajta, aztán akkor ha már itt vagyok, azt unatkozok, akkor nem tök mindegy. Küstem éjszaka, Capra, jaja. Ha minden igaz és Hunter nem fogja, akkor én live-olom le. Na. Ezt a szart, hogy kell ezt kibontani, ezt... Ki fog rajtam egy Ferrero golyó, srácok? Nem lehet kibontani. Adjak meg, na jó. Várjatok. Na. Erről van szó. Ezt figyeljétek, és ez legit. Tehát, srácok, az ott full csoki. Ekkora Ferrero golyó. Vágod? Nagyon komoly. És ez hogy hogyan kell lenni? Megfogod, így berakod az öklidet, így ugye a középsőjéd így kimenjen, és... És... Na, várjatok. Mutatom a Ferrero, a nagy Ferrero golyó szakszer kibontását. Ököl, kicsit ki a középső, nem így, de rendesen. És... Tarám! Ki is nyílt, mint egy kókusz. És most már lehet enni a mennyei monnát belőle.
ilyen nagy darabokba lejön. Közben köszönöm szépen Emir Vargának az 5 lejt, amit küldött szupercseten, hatalmasan egy pasi neked, és köszönöm szépen, hogy igazából támogatod a csatornát. Azt megeszed egyedül? Persze. Hogyne. Miért ti egy ilyet nem ennétek meg egyedül? Túl sok lenne. Szerintem ez még kevés is talán. Jó étvágyat. Köszönöm szépen. Kis live-oltod a túrt, mert hát csak 24 éves live-ot ütemezte be december 29-re. Be ütemezte. Nem látom. Ja, mert ezt a Hunter gangre raktak, feltételezem. Várjatok. Itt is van. Jajajaj. Játék veletek, Mystery Box nyitás, kihívások, meglepetések és minden más. Komoly, komoly. Na. Mindegy, majd arra is visszatérünk. De jó, most egyelőre ezt játsszák még le ezt a kört, aztán utána már megyünk a Hunter Tourra várni igazából, hogy induljon. Aztán néha meglátjuk, hogy meddig jutunk. Mi? Beblokkolták. Rip. Közben már a timeout elkezdett számolni. Hát, az GG. És akkor Bence Xmas 1, vagy 11, vagy mi a neve? Mindjárt kiderül. Bence Xmas 1, akivel ugye nyomtam a V-veszést, a 280-ig kb. Lehozta G to the G. És akkor amíg várunk még továbbra is a Hunter Tourra, addig igazából még nyithatunk Snowmanville-t. Hát, ha kinyitjuk esetleg a Mythic Hóembert. Nagyon jó lenne. Nem. Mikor legalább megállt? Jó, legalább annyi. Igaz, hogy már megvan, de... jó. Hoppá, na én közben töröm. Na. De ez is Penguin. Vagy mi keresztes hadjárat, még ilyenek. Na. Akkor... tudok még nyitni. Tudok nyitni ebből 10-et. Meg kéne szereznem a Vector Ipsumot. De most már komolyan. Jó, opá! 4 darab. Na és srácok, 30-at csak összeszedek 10 izéből. Vagy még 9 nyitásból csak összeszedek. Na. Jó, srácok, kell a Vector Ipsum skin, az nagyon jól néz ki. Jó, eddig jó. Kérlek srácok, gyerünk. Hashtag Vector, hashtag Vector. Jó, jó királyság. Így, né, gyerünk. Gyerünk. Tam. 12. Akkor ez már easyben meg lesz. Ez már easyben meg lesz, srácok. Meg lesz a Vector Ipsum skin, meg lesz a Vector Ipsum skin. Nagyon tetszik az a skin. 4, jó. Még 4-et kell rá kinyitni, srácok. Csukott szemmel fogom az utolsót kinyitni, mert úgyis abba szokott lenni a Vector Ipsum. És... 3, 2, 1! No way! Egy darab kell. Na jó, srácok. Akkor viszont most újra, ha egyáltalán kapok-e Vector Ipsumot, mert lehet, hogy aztán érted, így kivágol a játék, aztán ami mit tudom én nem kapok. 3, 2, 1! Ott is van, és állok kedv végre! Na jó, állítsuk így be azt a skint. Íj, de rohadt jól néz ki ez a skin. Rá, hol van? Hol van a Vector Ipsumom? Hol van? Itt van. Nagyon menő néz ki ez a szaros skin. Nagyon király. És emellé ez a... meg... várjál. Hát ez is jól nézhet ki, de... ez is jó. Na jó. Ez mondjuk érdekes, de ez is akkor is. Na jó van, srácok, menjünk be ide a klasszikba. És, ja, egy perc múlva indul. És mi van, hogyha rányomok, hogy vas live van YouTube, hogyha nincsen live. Ja, csak ide bedob, ahol így igazából vannak a live-ja így általában. Hát ja. Megdöntjük a magyar wave rekordot. Már én úgy tudom, hogy nem sikerült. Na. Jó. Így né. 54 másodperc múlva indul, srácok, most már ez jó lesz.
el kell jutnom jó sokáig, gyerünk, lézertracer, meg blogdás, meg ilyenek. Who cares, bro? Tehát, hogy ez annyira egyszerű lesz. Na, gyerünk. Gyerünk. 26, 25. 10-től szeretnék egy visszaszámlálást kérni a cseten, jó? Nézd, számolok veletek. Rossz a minőség, nem rossz a minőség. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tadám, in progress. Csodálatos. Na, most, hogy ez elvileg elindult, akkor kezdődhetnek az első körök, amiket remélhetőleg le is hozunk. Egy 10-0 az kéne. Így is megtanultam Stumble Guys kineket rajzolni, GG. Ez szép. Na? És tartol vajon valaha? Az a csodálatos megbecsülésben teljesülő összevágásos tournament bajnokság? De mennyit kap a first place? 20,000 gem? Nem is rossz. Egy túrér. Jó, azért nem olyan egyszerű az, hogy most így belépek a túrba, azt melyek, azt megnyerem. Na, de akkor most már lehetne annyira egyszerű, hogy elindul. Félhet, elindul 2, 1. BAM! 3, 2, 1. BAM! Bro! Na jó, akkor mondom, hogy mikor fog elindulni. Visszaszámolok, jó? Elindul 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, BAM! Nem startol a túr! Na. Bro. Na. Startoljon már. Mi van már? Haj. Na, én beléptem, engem nem enged. Ember. Starting. 5, 4, 3, 2, 1. Induljon már el! Hányszor számoljak még vissza? Többieknek elindult a túr? Na, valaki szóljon már. Aki benevezett még erre, elindult nektek a túr? And the tournament begins, hát bro, már 2 perc elindult a tournament. Nekem se indul. Jó, oké, akkor legalább egységes probléma. Na! Perfecto. Un momento. Na, menjünk. Van egy HTG-s, a többit azt nem ismerem fel. Oh, miért roppant a kezem? HTG 2 okos, na az nem semmi. Ezek most még 16-osak, és abból végig kell élni igazából 8 embert. Vagy túl kell élni 8 embert. Ja. Miért nem mentetted le az akuntodat, hogyha széttörted a telefont, vagy hogy mondjam, akkor utána tudtad volna még használni. Mármint az akuntot. Most tényleg ilyen 2 perceket fogunk várni egy-két emberre? Így jártok, ember! És mit kezdjek én azzal, hogy ők nem lépnek be? Na jó, én hanyas grupba vagyok. Group 14. Hát aki group 13-at írt, az pont megszívta. Valaki group 14-ből, nem még HTG 2 okos. Ez biztos. Hunternek a bajnokság vége. De hogy vége, még most indult el, bro.
Na, ZXC Norris. Csatlakozzatok már be, de komolyan, ember. Group 14. Na, valaki írta, hogy Group 14. Én Group 14-ben vagyok. Srácok. Vinom a csoki? Ja, amúgy rohadt finom. Kértek? Kár, hogy nem tudjátok megkóstolni. Közben itt mindjárt megfulladok. Iszok egy kicsit. Jó, mindegy, annyival is kevesebb ember igazából. Egészség, köszönöm szépen mindenkinek. Na, most már tényleg indulhatna. Nagyra értékelném, ha elindulna. Nagyon jó lenne. Csodálatos lenne. Ó, na végre. Végre elindult. Közben amúgy még mindig 1500-an itt vagyunk. Köszönöm szépen mindenkinek. Hogy kiesít itt, nem köszönöm. Most nekem ez így jó lesz. Na, ez a Vector Ipsum skin azért így most nagyot megy. Más kreátort nem láttam. És itt van HTG két okos is. Annyi a lényeg. Safe play. Safe play. Tehát nem fogok itt én most ezért agresszívoskodni senkivel. Biztonságosan játszok, amennyire csak tudok. És tényleg megpróbálok összehozni egy 10-0-át P1-be és egy minimum 8-2-t P2-be. És akkor hát, ha megyek bracket, mert még soha életemben nem mentem bracketbe. Ezt csak így mondom. És szerintem ez az a túr, amiben megvan minden esélyem, hogy menjek. Na. Kérlek szépen. Itt kell vigyázni egy kicsikét. De semmi gond. Csak megyünk tovább. Hoppá, csak átcsúszunk. Itt is így átfutunk. Jó, már nagyon ütögetik egymást, de nem sok embert kell már túlélnem. Nem tudom, vannak akik itt nagyon agresszívan játszanak, de ja. Te eddig többször olvastad el a kommentemet, mint más videós. Hát, mert van tagságod, és így jobban látszik. Tehát, hogy így YouTube ugye kiemeli így a hozzászólásodat, ugye zölddel. Tehát így jobban tudom látni. Ja, nincs labda, akkor azért itt vigyázni kell. És qualified, jó. 1-1 eddig. Vagy mi? 1-0. Very good. Megint már izé. Minden van. Na, királyság. Ennyi. Mehetünk tovább. Next van. Ugye nem ugyanazokkal dob össze ilyenkor. Hát nagy rész, de... Vagy így legalábbis a fele az kb. Olyan, de ott van megint egy HTG, szóval legalább egy magyar van. Hát ő megvéd engem. Nekem egyet se olvastál fel. Megdőlt ez a teóriád, mert ezt is felolvastam. Na. Laser tracer. Avoid lasers. Na. Nézzük. Nagyon okosan kellene itt játszani, csak az a baj, hogy itt szerintem különösen hátrány az, hogy én kreátor vagyok, mert így külön figyelmet vonzok magamra. Jó. Hopp. Én nekem is ütögetnem kéne úgy az embereket szerintem. Jó, és akkor hát, ha tőlem is elkezdenek félni, meg... Így mondjuk akkor én is hát hozzájárulok ahhoz, hogy minél több ember kiessen. Jó. Hopp, hopp. De miért rám jönnek? Miért vagyok kreátor? Túra így ki lehetne amúgy kapcsolni az ilyen némteget így, aki akarja, mert amúgy ez így legit hard. Jó, mindig qualified. Na, 2-0. Eddig király. Kis, nekem sosem olvastad el. Neked is megdőlt ez a teóriád. De látjátok, ezért ne nyivákoljatok, hogy mit nem olvasok fel, mert lehet, hogy soha többé nem fogom látni egyik üzenetedet sem, és az egyetlen, amit felolvastam, az az, hogy nekem sose olvastad el, sok értelme van, akkor írnád le, amit szeretnél, hogy ezéjek, lássak, és... Ah, mindegy. Searching opponents. Hát de már itt vannak az opponentek, már jó sokan ott vannak.
Mi ez? Aztán még valamit kikövetem, mert ez undorító lett ez az oldal. Kis, ne tőlünk kérdezd, hogy miért vagy kreator, te akartál lenni. Jó, jogos, de na, érted a kérdést. Bara pro, kis, még prob. Na, ez az. Group hányba vagy? Group 14. Néha leharapok egy nagy darabot. Szerinted bejutsz bracketbe? Hát... reméljük. Reméljük a legjobbakat. Blogdash részét jobban szeretem, mert abban tapasztaltam vagyok, mint így átlagosan egy ilyen laser tracerbe. De jöjjenek már izék, opponentek, mert idegesítő, hogy most 9 ember van, meg a mennyiből 16-ban, tehát még 7 embert várunk, és 5 perc a várakozási idő. Érted? 5 perc! 5 perc! Kis hány feliratkozótól lehetsz kreator? Van erre egy külön videóm, amiben elmagyarázok mindent, hogy mit, hogyan és kitől hogyan, de azt hiszem valamilyen 6000 vagy 8000, valahogy így. Kis barával mi van? Még mindig Fortnite-ozik. Azon kívül, hogy mi, azt nem tudom. Így milyen nagy alkarom van már, figyelj. Az az, izom. Na jó, az izom helyett inkább playereket hozzon már, ez a szaros játék. De elkezdek árkádozni a végén. Mennyit szoktál játszani Stumble Guys-szal? Hát körülbelül amennyit így láttok videókban. Nagyon azon kívül nem szoktam most ám játszani. Száz játék egy arcade gépbe. Roadworker, na az mit tud ez a játék? Na nézzük. Roadworker. Jó, az a zene kezd idegesíteni. Hogy kell kikapcsolni? Jó, elég volt. Nem megsiketülök. Szia kis, a barátaim éppen piszkálnak és szeretnék gyakorolni, de nem akar senki játszani velem, lenne kedve gyakorolni. Mondom tesó, én nem szoktam nagyon sokat Stumble Guys-ozni, de igazából ott van az én Discord szerverem is, ott van Hunter E. Noelle is, ott szerintem mindenképpen tudsz ilyen gyakorló társat keresni. Én nem sokat szoktam így videón kívül játszani. Mi Baran real name-je? Mármint egy real neve, de Dorian. Neve Bobos Dorian. Szia, emlékszel rám? Vortex. Te TikTok live-odba mentem be? Talán egyik, vagyis te voltál az egyik, valami ilyesmire emlik, de javíts ki, ha hülyeséget mondok. Jó, ez eddig elég easy-nek tűnik. Akkor most legyek én itt az agresszor? És én kezdjem el itt ütögetni az embereket, meg legyek ilyen izé, ilyen nem kedves. Egy népművészeti cserép edény. Jó. Hoppá. Vortex, ma válaszoltam, de most te válaszolj, hogy te vagy az. Viki Vái, köszönöm szépen a 400 forintos szupercsetet. Szia kis, nagyon jó videós vagy, befrendelsz. Sajnálom tesó, köszönöm szépen a támogatást. Viszont nem tudlak befrendelni, mert tele van a barátlistám. De mondom srácok, ez már ezerszer el lett mondva. És sajnálom, de attól függetlenül még mindig ez a helyzet. Hoppá. Jó. No way. Menjünk el. Jó. Már megijedtem. Így ilyenbe fogok elbukni, de szerencsére nem. 3-0-0. Tagot sem, srácok. Nem tudok senkit. Most ezt nézzétek meg, tessék, akkor megmutatom. Hova szeretnétek, hogy befrendeljelek titeket? Ó, 49 van, akkor a legfelsőt elfogadom. De amúgy, akkor valaki kifrendelt amúgy. Na, kifrendelt ki. Hunter megvan, Noel megvan. Na, van egy hely rá. Innen kiválasztok valakit. Hát mindig ezt majd megtartom, hát ha kell még valaki.
Nem custom game-et megyünk. Megyünk vissza túrozni. Szóval srácok, 50 helyben hogy szeretnétek beférni, de most komolyan. Tehát... vicceltem, nem fogok most befrendelni senkit. Most az egy helyben ez... Nem lehet azt fair módon kiválasztani, tehát... Ne, a tokomra ráment a csoki. Megeszem. Na, a kamerámba is rámegy. Na. Na. Így ne. Gyerünk már. Gyerünk már. Boom. Odin volt. Mi Odin volt? Ja, ki kifrendelt? Király. Kis te boss maradsz, vagy valamikor leszel gót? Hát tesó, nem rajtam múlik, hanem a Stumble Guys-on, de ezt mondtam a többieknek is, hogy én most megvárom, hogy leadom a decemberi hónap jelentését majd a Stumble Guys-nak. És amikor azt felülvizsgálják, és megadják ugye a gemeket is, meg az ilyeneket, és akkor nem léptetnek elő egy vizé góttá, akkor írok nekik, hogy most már illene. Szóval, ja. Ott van egy jump glitch fam. Nem vagyok hozzászokva a hosszú live-okhoz. Induljon már! Bam 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 bam. Kis, ha adok 20 000 forintot, akkor racmodit nem kéregetni akarok, csak kérdezem. Nem. Se tagságért, se szupercsetért semmiért nem lehet bizélni. Mi ez? Morit kapni. Ez nem így működik. Na. Kérlek már. Induljon már el, hát meghalok. Lézertrészer ember a poli ráugrik a fejemre és lepakolok a mapról. Ez még nem rossz. Annak azt mondit, akit ismersz, igaz? Hát, hogy mondjam ezt most így? Igazából, ja. Így tudom megfogalmazni. Vagy személyesen ismerek, vagy sokat láttam live-ba, és látom, hogy értelmes. Ennyi. És sokszor láttam már live-ba. Tehát nem az, hogy egyszer-egyszer feltűnik, mert pont ez a lényeg, hogy sokszor legyen. Danék és Dogi Andékfanyi az egyik legrégebbi. Tényleg most amúgy... Nem tudom, hogy te mennyire tartott számon, de mennyi ideje vagy a moderátorom már. Nagyon-nagyon régóta, és tényleg szerintem minden videón itt vagy, meg premiéren is mindenhol. Te mikor lettél a moderátorom? Hm? 3x3 loose profi vagyok. Rip. Ah, nekem meg már besül a seggem. Jajajajajajaj. Kb. 3 vagy 2 éve, hát ezt mondom, azért az nem semmi. Nézzük, Szabi milyen snapet küldött már. Ezt küldte Szabi, egy kutyát. Very nice. Megnézegetem itt a snapjaimet. Jaj, na. Nyomjuk már! Istenem, nem bírom. Bro, na jó, addig akkor figyeljetek, srácok. Egy kis betekintés az én financiális helyzetembe.
hogy én mibe fektetek. Ez nem befektetési tanácsadás, és semmiféleképpen nem vehető se tanácsnak, se ajánlatnak, se semminek. Mindenki a saját felelősségére fektessen be. De én most veszek Nvidia részvényt. Ja. Ahol én is éltem, az már nem tudom mikor volt, de azt majd mindjárt megnézzük. Mindig nem indult el a meccs, szóval... Most jelenleg $493 van az Nvidia részvény. Én mikor adtam el? Mert én csak abba fektettem eddig. Te azért akkor jó sokat bukok rajta. Mennyit buktam rajta? Mindjárt kiszámoljuk. Jó, $475-ba kerül. Most közben induljon már el ez a szar is. Közben én itt már rendesen elkezdtem a befektetéseimet nézni. Buktam az egy sok pénzt buktam. Hogy rohadjon meg. Attól függetlenül muszáj. Jó, mindegy, a túr után szerintem akkor megveszem majd a befektetést. De most figyeljünk. Ó, kettő eliminated kell, na akkor ez itt meg egy ember ki is ugrott. Az GG. Egy meg csak beleesik valahogy. Hopp. Jó. Easy. Na, ennyi. 4-4 win. Eddig ez nagyon jó. Kis-kis igazi neve titok. Kis-kisnek az igazi neve az titok. Az enyém az nem. Ezt le is írhatja valaki, gondolja. Mi van, maska? Nem jössz a live-ból? Szír, mi kell? Gyere. Te vasz. Gyere már a live-ba. Nősz. Jó van, akkor nem jön a live-ba. Kis macska. Nekem Tesla részvényem van kis. Az nem tudom milyen már, mint hogy nyilván tudom, hogy izé, de hogy mennyire király, meg mennyire jövedelmező, azt hiszem most így passz. Azt mondom neki, hogy én... amint leesett $493 alá az ára, meg is veszem. Na gyerünk már! Kezdjük már ezt is, most tényleg itt fogunk ülni. Hihetetlen. Hihetetlen ez az egész. Nyomjuk már! 2 perc még továbbra is. Gyönyörű. Szihetetlen. Ilyen hosszú ez! Nincs energiám ez. A mikrofon káverre is rámegy a... ezért. Szék. Na.
De ne felfele menjen a szaros ára a részvénynek. Lefele, lefele, gyerünk srácok, manipuláljátok be a részvénypiacot, kérlek szépen. Nem tetszik, nem viselkedik. Tekintve, hogy 27-e van, és 28-án megjelenik, aztán az RTX 480-nak, az egyik Nvidia egyik videókártyájának, egy változata, ami új, fel fog venni az ára, mint a szar. De videókártyának, mint a részvénynek. Ez az én feltételezésem, nem részvénytanácsadás. Szóval, ja. Jó. Ezért engedek a tétből, 493,1 alatt megveszem. 24-re felmegy, rohadjál meg akkor. Akkor addig megyünk számból gájzozni. Chat, kitarsz round 6-nál? Hogy tartotok round 6-nál, hogyha round 5-nél szívok itt az összes emberem, mert senki nem akar belépni? Kis, melyik megyében laksz? Pest megye. Kis, jössz egy V1, nem jövök egy V1, tesó. Nem szoktam így játszogatni, egy V1-et írannom. Nem hiszem el. Na. Ladies and gentlemen. Oh. Ott egy izé. Egy modder. Kit éppenséggel nem tudom, hogy be fogok-e reportolni még. Hát ez csodálatos, ez komoly meccs volt. Eddig 5x5. Na, 493,1, menj le, ott is van. És meg is vettem a megbízást. De még kell egyet, mert egyben nem engedi. Ennyi még vétel. Gyerünk, 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 amíg alatta van, amíg alatta van, amíg friss és ropogós is olcsó. Gyerünk, 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 gyerünk. Jó. Perfecto. Perfecto. Na gyerünk. Oké, szerinted ki a jobb clutchba, a jump glitch vagy kis PG? Tehát nyilván jump glitch, emberek, hülyék vagytok. Pali, ez brutál. Na jó, megvan? Megvan a részvényem? Jó. Minusz 1700 forintba vagyok. Hm? Na. Már plusz 686-ba. Na és akkor most megint megszállott leszek. Nek a szarnak, de nem érdekel. Mondd nézem. Ennyi felfele. Nyerünk srácok, mindenki vegyen Nvidia videókártyát, akinek AMD videókártyája van, az menjen és adja el! Na. Kis-kis vissza fog jönni videózni? Mit tudom én, nem tudom. Az a baj, hát most ez nem rajtam áll. Tehát ez most kis-kistől függ igazából. Gyerünk már. Én tényleg szomorú vagyok. Szomorú szamuráj. Na gyerünk. 500 dollár felé csúcsoljon az Nvidia részvény. Gyerünk, gyerünk. Ott egy HTG is, mást látok, aki érdekes. Ott egy NGT-s is. Nice. Az, hogy Noella mi van, azt meg amúgy fogalmam sincsen. De kíváncsi leszek a fejleményekre. Na. Te csönd mám be! Na. Királylány, mindig vigyázz rám! Hú! Elemzői célárak szerint 641 dollár. De jó lenne. Fúd, örülnék neki. Fúd, de nagyon szép lenne. Egyelőre jó, jó, jónak néz ki.
Egy perc, mégis megyünk a round 6-ra. Miért ilyen hosszú ez? Ez soha nem volt ilyen hosszú, rajdjak meg. Jó, mindegy, a P2 már jobb lesz, azért valószínűleg ott több ember belép. Ezt már nem fogják így free-nek mondani. Ilyesmi. Dani, szerinted mikor fogja felvállalni magát? Kérlek, válaszolj. Szerintem amúgy viszonylag hamarosan. Nem tudom, hogy mondjuk, hogyha a Dani Gaming megvan neki a 200-ke, nem mondott még semmit, de... Ja, meglátjuk majd. Most jönnek az életkor, az titok. Ez így van. Titok! Na. Srácok, csak mondom, hogy a befektetésem óta 6000 forintot profitált. 6500. Látjátok. Nem szabad úgy hagyni a pénzedet, mert ha a számládon van, vagy csak szimplán a pénztárcádban benne van a pénz, csak mondom, srácok, akkor napi okosságok, ha már úgyis pénzügyet tanulok. Ha te látod és tudod használni ezt a pénzt, akkor valamit rosszul csinálsz. Mert amennyiben nem, nincsen befektetve, másodpercre romlik. Szerinted miért van az, hogy a bankok fizetnek kamatot a te pénzed után, hogy használhassák? Azért, hogy ameddig te odaadod nekik, lehet, hogy csöpögtetnek neked 1-2% izét, mit tudom én meg, hogy jó, milyen üzik kamatokat adunk neked, meg ilyenek. Aha, gondolod. Csak ez nem ilyen egyszerű sajnos. Mert a bank addig szerintem így akár ilyen 10-szeres szorzókat is a te kamatodnak be tud húzni a te pénzeden. És amennyibe vagy annyira okos, te is megcsinálhatod ezt. És akkor nem a bank jár jól, hanem te, kérlek szépen. Szóval, ja, legyetek okosak, srácok. És bánjatok okosan a pénzetekkel. Ott is van. És 6/6 win. Szép. Jaj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 
Szia, Hunor SG. Ennyi. 6-6 qualified. Eddig not bad. Negyedik vagyok a grupból. Miért ki van előttem a grupba? Senki igazából. Konkrétan. Ugyanilyenek vannak, meg aki mondjuk a kövit lúzolta. Negyedik vagyok, de hát igazából első is lehetnék. Pa-pa-pa-pa-pam-pa-pam. 10/10 hozzunk, ezt tényleg nagyon jó. Isti, mi befektettél is be? Nvidia részvénybe, de srácok, ez nem egy befektetési tanácsadás, nem vállalok felelősséget semmilyen elvesztett pénzért, azt a pénzt fektesd be, amit úgy gondolsz, hogy el is vesztheted, bár személyes véleményemet valva, azért az Nvidia nem egy olyan cég, hogy holnapra bejelentik a csődöt. Nem ilyen egyszerű ez azért. Szóval, ja. Very nice. Oh! Fáj. Nekem a vinemet lose-nak veszi. Az érdekes. Vannak néha bugok. És megint itt várok 3 percet, ember, én nem fogok. Akkor addig elmegyek mást játszani. De legit, tehát én megfogom azt addig. Mehet a Binding of Isaac a háttérbe. Szóval megfogok a szavasz. Nem tudom, valami. Napi áldás a mai videóban is megvolt, hát hogy ne? Minden videóban meg lesz. Örökön öröké. Tudom feljebb venni a fényerőt? Lejjebb? Már csak így kell fogni? Nem veszi a jelet a LED. Ja, mindegy, nem érdekel. De ugye elvileg akkor a kamerának is kéne látnia. Aha, látjátok? Na várjatok akkor. Megint egy napi érdekes tény. Hol van egy távirányítótok, és annak a tetejében ugye egy infra fény kiadó. Ha megnyomtok rajta egy gombot, egy kamerába, tök mindegy, hogy a telefonotok kamerába, egy tükör az nem jó, de tényleg bármilyen, mondjuk egy telefon kamerájába, vagy egy webkamerába megfogjátok, és mit tudom én, mondjuk elkezditek így nyomkodni, akkor ott látni fogjátok azt a fényt, amit a mi szemünk nem lát. Ezzel jelzi, hogy váltson zöldre. Ez megint egy másik jelzés, ez megint egy másik. Mindegyik valami másik fajta jelzést ad. Ez például a kikapcsolás jelzése. Ez a bekapcsolásé. Nekünk ez lehet, hogy nem tűnik fel, de mindegyik jelzés más. Szóval, ja.
Igazából ennyit akartam, csak így most hirtelen. Na, ez be töltődjön már be. Még egy ember jöjjön be, és akkor ezért konkrétan free quali. Konkrétan akkor free quali. Lézert része ebbe úgyse bánom. De egy szar. De most pont nem az jön. Ja, most pont nem az jön. Most ez BD. Tudol beatboxolni? Na, körülbelül ennyire jó. Ezt én nem hívnám beatboxnak, inkább ilyen kattogó hülye gyereknek. Dújjunk már. Mi van? Round 8. Wait. Kvali! Ennyi! 7x7! Eddig ez eddig nagyon szép. Ne searching opponents, mert már ott vagyunk bent. 11-en. Induljon szépen el egy perc múlva ez a szaros round 8. Hány perc megy? Ez az élő hány perc megy? Hát egy 2,5 órája. Nagyjából. És megkérdeztem, hogy melyik hónapban születtem? 2006. szeptember 23-án születtem. Tessék, itt egy teljes válasz. Ott van megint egy HTG-s, meg egy jump glitch van. És mennyi volt eddig ebbe a streamben a rekord? 280 valamennyi, vagy 270 valamennyi, valahogy úgy, mert ott leesett a társam, de az jó menet volt, ez lehetett volna simán ilyen 350 felett is, hogyha az nem lesz elrontva. Most komolyan ezt fogjuk itt várni folyamatosan? Ez annyira unalmas. Srácok, várjatok akkor egy szavazást. Én addig kirakok, hogy mármint ide a chatre. Amíg várunk playerekre, menjen más játék. Nem. Vagy igen. Na. Gyors megszavaztatom, kíváncsi vagyok. Közben itt már vagy 15 ember, akkor egyet még rakjanak már be. Binding of Isaac lenne akkor, srácok, amúgy csak mondom. Nem ismeritek valószínűleg a játékot, nem nézőgém lesz, de... Na. Na. Üljünk hátra. Ez most egy nehezebb kör lesz, mert egy fullos lézert részert kell lehozni. Na gyerünk, én ezt a seggpárnát kiveszem magam alól, mert már nagyon irritál. Na végre tölt be. Roblox please, nem Roblox azok most arra pár másodpercre, viszont a Binding of Isaac az pont egy olyan játék, amit ilyen másodpercekig is lehet játszani. Ez pont jó. Pa. Jó, szépen finoman játszunk. Jó, az első wave-ben nem halt meg senki, vagy hogy mondjam ezt, első lézerekben. Jó, az a lényeg, hogy minél gyorsabban átugorjuk az egészet. Jó, így. Így megpróbálok tényleg nagyon itt a legszélén lenni igazából. Hogy tényleg lehető legnehezebben tudjanak engem lelökni. Úgy adódik. Jó.
Kezd melegedni a pite, hogy már Huntertől is kezdem átvenni az ilyen szólásait. Az egy közel volt, jó sokszor. Ennyi. 8 per 8 eddig. Közben nézzük meg a részvény, hogy áll. Hm? Jó! Plusz 14 ezer forint majdnem. Látjátok, ez a befektetés csodálás, srácok. Round 9-ben én vagyok az egyedüli ember? Na jó, akkor viszont én tényleg így megfogom, és csinálok egy másik játék felvételt. Játék. Így ide, ezt is így izélje ki. Nyújtás a kijelzőhöz. Na, addig játsszuk ezzel, srácok. Annyi a lényeg. Lövöldözős játék, én vagyok a kis ezével, most én csajjal vagyok. És meg kell ölni igazából mindent, ami kb. Csak így ott van. Közben a háttérbe figyelem a Stumble Guys-t. És amúgy utána kérek egy értékelést, hogy szerintetek 10 per hanyas ez a játék őszintén, mert szerintem nagyon imádom. Ez az egyetlen játék, amivel tényleg így szoktam videózáson kívül amúgy így legit játszani. Én nagyon adom. Annyi a lényeg, hogy vannak itemek, amiket kapok, és mindegyik így igazából van egy ilyen kombója a másikkal, ezért ilyen nagyon érdekes az összes kör, tehát hogy nem így izé, tehát mindegyik itemnek tényleg így más a hatása, meg mit tudom, mindenféle, szóval, ja, én nagyon bírom. Na jó, jönnek ezek a férgek is, takarodj már, áh! Na jó, új. Vigyázni kellene. The no way, bro! Kezdhetem előről. És igen, azokat kakik. Mielőtt valaki megkérdezni. Na még 4 perc, és rajtam kívül, ha jól látom, egy ember lépett még be. Szóval... Érdekes, szerintem ez free quali lesz. Igen. Opa! Ó, kaptam egy szívet. Milyen aranyos. Gyönyörű, nem? Nagyon szép. Kár, hogy nem látom pontosan, hogy mennyi szívem van. Jó, a kis kaki darabokat itt kilőjük. Ó, most már itt vannak a fejetlenek. Be tudjuk aktiválni még egyszer a könyvet. Ez a könyv, ami most nálam van, ez azt csinálja, ugye, hogy lerak nekem egy ilyen kis ilyen tüzet így magam mellé, és akkor azok is így lőnek ilyen kevesebb damage-gel. Illetve kivédik a shotokat, hogyha valami felém jönne esetleg. De akkor viszont elpusztulnak. Hogy hívják a játékot? Binding of Isaac. Fizetős játék, de igazából gépre, úgy le tudjátok, meg úgy Xboxra is van, de gépre egyszerűen le tudjátok tölteni Steam Unlockedről. Így a Binding of Isaac Repentance. Ha valaki esetleg le tudja írni, mert jól tud angolul és érti, amit mondok, akkor az írja már le az embereknek, és akkor ezt nagyon megköszönnék, szerintem sokan, meg én is. Nem nekem kell írkálnom. Szóval, ja, Binding of Ishots, 2. Repentance. Ez a játék teljes neve, így a DLC-kkel. Ez úgy a király játszani. Nem divatok már az ilyenfajta játékok. Hát azt engem az hol érdekel? Én nem a divatos játékokkal játszok, hanem azzal, amit én szeretek. Hát azt mondom, hogy mi a divatos, meg mi nem. Azzal játszok, amivel én nem tudom, én ténylegesen szeretek. Nem azért játszok, hogy divatos legyek, hanem hogy jól érezzem magamat. És én engem ez a játék, ez... Én szeretem ezt a játékot. Nagyon-nagyon régóta játszok vele. Most ennyi erővel a Minecraft se divatos játék, mert régi. Érted? Hát most... Ezt mégis. Hopp. Na jó, van már. Ezt a szintet hagy vigyem már ki. Közben 1 perc és indul a túr tovább. Na várjatok. Beírom a nevét. Kis, miért nincs a Dani Kalandokon videó? Hát mit tudom én, ez a Dani csatornája. Isaac Repentance, ez a játék neve, amivel most itt játszok jelen pillanatban.
És mondom, Steam Unlockedről le lehet tölteni viszonylag egyszerűen. Na, játszunk tovább. Itt már őket is megöltem, mindjárt jön a boss. Boss fight. Tegyük fel a coinokat. De jó, veszek egy kulcsot, és akkor bemegyek a másik szobába. Bam. Glitter bombs. I told you we needed more glitter. Bam. Ember két pók. This is the real. Azért aztán megérte felhasználom egy bombát, legalább visszakaptam. Jó, pam. Hányas tanuló vagy? Hoppá, várjatok srácok, közben. Közben vissza, mert 10 másodperc múlva indul, bár ilyenkor nem tudom mi történik. Autókvali? Vagy ilyenkor mi van? Igen? Tám. Milyenkor mi van? Autókvali az egész? Bro! Szihetetlen. Jó van, hát akkor mehetünk vissza arra a játékra, mert a Stumble Guys-szal nem is játszik kb. Senki ezek szerint. Na, látjátok, az nem divatos, mert be se lépnek a túrba kb. Na jó van. Így né. Még mit csináljunk? Na, felrobbantom azt is, nincs itt semmi jó item, ami érdekel. Ohoho. Király. Jó, még próbáljuk meg megkeresni a izét, Secret Room-ot. Ilyenből néznétek videókat amúgy? Ebből a játékból? Várjatok, akkor azt csinálok még egy szavazást. Hogy ebből néznétek-e például videót ebből a játékból? Ti szeretnétek-e? Másik játékból néznétek videót? Igen. Vagy... Nem. Csak Stumble Guys. Már kíváncsi leszek. Tehát nem az, hogy most a Stumble Guys helyett lenne ilyen videó, hanem a Stumble Guys mellett lennének ilyen videók is. Azt mennyire adnátok, srácok? Erre vagyok kíváncsi igazából. Elmagyaráznám nektek igazából az egészet. Hogy akkor hogy van ez? Meglepő. Meglepő ez az igen. Ezért. Meglepően sok igen jött. Tudját, mit egyszer kipróbáljuk szerintem. Na? Csinálok majd ebből egy videót. Aztán majd meglátjuk. I can see forever. Very nice. Nyerünk. Rakjunk oda egy bombát. Csáung! Ennyi. Legyes bácsi meg is halt. Na, hány ember szavazott? 271 ember szavazata szerint? Igen. Azért ez nem, ez not bad. Majd egyszer lehet leteszteljük, srácok, hogy szeretnétek ebből a játékból videót. Ennyire adnátok, mert én adnám. Hali, visszajöttem, mi a szitu? Semmi. Mondjuk tovább a Gameskot. Még egy utolsót nyomjunk. Vagy ez a haszkod, de utálom. Olyan utálatos egy boss. De mennyi HP-ja is van? Nézd már oda. Pá. Csak én meg túl profi vagyok. Sütyütyütyütyú. Gyerünk. A Stumble Guys egy fasz csak ezt a videót, tehát ezt azért így nem. Nem csak ez lesz a videókban, de viszont lehet, hogy lesz, mondjuk mit tudom én, mondjuk, hogy kettő Stumble Guys videó, egy ilyen videó. Na itt egy angyalszoba, srácok. És szerintem én elviszem a... mit vigyek el? Mindegyik azért jó. Jó item. Na srácok, melyik itemet vigyem el? Egy,
kettő vagy három, ezt rátok bízom, várjátok, megint kirakok akkor egy szavazást. Mert így most nem tudom, úgyis unatkozok. Ez a sindítása. Melyik itemet vigyem el? Kérdőjel. Egy, kettő vagy három. Na gyerünk, srácok. Innentől kezdve ez az egyes, ez a, ilyen, hogy hívják ezt? Hát ez a Blood of the Martyr, hogy hívják? Az, ami ugye Jézusnak a fején volt, az a szúrós, korona. Itt van ez a gyertya, az a második, és ez a harmadik, ez a váza. A kettes tetszik az embereknek, ahogy látom. Hú, miért tetszik nektek ennyire az a gyertya? Jó, adom, akkor vigyük a gyertyát. Tessék. Jön utána egy gyertya. Közben megy a stumbli. Ez már most nem lehet free quali, ajjaj! Egy embernek ki kell esnie. Hát hogyha az az egy ilyen leszek, és emiatt nem lesz meg a 10-0, akkor viszont... Koszorú az az, igen, koszorú. Kettő, mert van rajta egy kereszt. Srácok, az angyal szobában az mindegyik, mindegyik keresztény dolog. Lézer Tracer. Wow. Egy embernek kell kiesni, hanem... Mi? 0/-1 elimini... Ezt láttátok? 0/-1 eliminated. What the actual hell? Komoly. Jó, akkor... De mi? Mi van? Én nem értem, mi történik. 10-0 vagyok, hey. Give me. Nem lesz 40-40, nem lesz, mert azt konkrétan nem szeretitek, viszont ez még lehetséges, hogy szeretitek attól. Na. Ott is van. 10-0? Már én vagyok? Ott is van. Na, bár nem egy flex, de... Who cares? Na jó van, srácok. Én akkor azt mondom, hogy amíg úgyis majd megy tovább ugye a tour kövi phase-be, addig én megint berakok egy legendári blogdest, és akkor elmegyek pisilni, mert megint kell. Lehet jönni, na. Mondom, lehet jönni. Itt van a kód 424028. Gyerünk, srácok, lehet bejönni, és akkor... ja, mindjárt jövök vissza, csak elmegyek pisilni, aztán folytatjuk igazából a tornamentet. Megvárom, mindenki jöjjön befele. És akkor ugye kiugrok és spektételek. Na. Pipikelsz, azaz, meg pipikélni. Na. Így né. Hol vagyok? Ott vagyok. Milyen jó ez a skin, de tényleg. Hoppá! És akkor mindjárt jövök, srácok. We'll be right back.
Na itt vagyok, srácok. Itt vagyok, ragyogok. Mindenféle ilyenek. Na, nem tudom, megvárjam ezt a izét, hogy... Vagy nem tudom, menjek vissza a Hunter túra. Szerintem visszanézek, biztos, ami biztos. Na, hogy aztán itt elindul, amíg mi nagy bajzélünk. Hát elvileg már kéne mennie. Top 104 kvalizik tovább. Mi is a második vagyok. Neki is, mert elindult a túr. Mit neki is? Ja, hogy a bennmaradásra mondtad, hogy neki is. Akkor viszont már nyomja már tovább, hogy most mit zúgom. Na. Ott is van. Group 16. Ó, itt van egy másik creator. Ó, ott van egy másik creator. Na, ez egy ilyen creator, izé. Lobby. Mennyien vagyunk ebbe ember? 325. Ez komoly. Na. Mehet tovább. És akkor ez most már only BD, nem? Ha jól értem. Tehát ez BD és LEGO BD. Valami ilyesmi. Kéne lennie. Aha, BD és LBD only. Na. Az már király. Az már nem rossz. 10-0-áztam, Junglitch, láttad? Most is 10-0-ázni fogok, az... mi az negyedik bracketbe fogok kiesni, előre megmondom. Na, úgy most 9-1-et fogok játszani. P2-be. Én is. Na, király. Na. 4 eliminated kell nekünk. Nem olyan bonyolult az, hogy most egy blokkdashbe benn maradjak igazából. Nem ki nagy olyan nehéz legyen az az egész. Jó. Csak menjek tovább, ennyi. Ennyi a kérés igazából. Bro! Mi a szar ez, ember?! Ezt a büdös nyomorékot! Várjál, ezt most vissza akarom nézni. Mekkora egy büdös gyökér! Úristen, ember! Ez ilyen törölje le aztán bölgás, de tényleg. Na várjál, hol? Ennél volt szerintem. Úristen, de egy nyomorék. Ezt szarom, nehogy visszakonnekteljen a meccshez, telibe szarom a spectétet, furra leszarom. Innentől én is egy köcsög leszek, és akkor én is ütögetek. Én azt hittem, hogy itt még ezért pacifisták az emberek, de hát jó, akkor izzadjunk rá a játékra. Az igen. Mi ez a spectét, ember? Nincsenek gombjaim. Cinematic spectét. What happened? Haló? Jó, akkor esézzük a Stumble Guys-t. Na. Így. Jó, és akkor menjünk vissza. Fúj! Fúj! Undorítóak. Fej! Csak az a csávó jöjjön vissza, olyan SP-t kap, de komolyan mondom, hogy hú. Na, induljon már be a party.
úgy se. Na, álljatok le, mert tényleg most még avba itt valaki kiespézik engem, na akkor leszek tényleg igazán ideg állapotba. Na, álljatok le, jó, most lett elegem, na. 150 km per óra, SP, Imagine ez a neved, Imagine ez a neved. Imagine bro. Ez a hol, ez az egyetlen dolog, ami érdekel az életedben, hogy 150 km per óra, SP, nem tudsz más nevet megadni. Na gyere. Gyere, 150 km per óra. Meglátjuk mennyire vagy 100 km per óra. Még mindenféle. Na gyere. Gyere, bro. Come with me. Gyerünk, hopp. Nagy SP, afkoló playeren. Komoly vagy, bro, komoly vagy. Fú, de félidegesítenek ezek az emberek. Na gyere. Hoppá. Hú, nagy SP király vagy. Ujjjjj. Ujjjjj. Jajjjj. El ne kapjon. Na jó. Minecraft nem ingyenes, hát azért elég sok mód van arra, hogy ingyenesen megszerezd az MC-t. Én itt szerintem inkább már akkor megyek a... De bro! Ember! Ott nyomorúg! Ezt a büdös idiótát, de tényleg már... Mennyi kell le izéhez, Qualihoz amúgy, Jump Glitch vagy valaki? Egy 7x3 vagy mennyi? Mennyi a minimum szerinted a Qualihoz? Mert akkor úgy játszok, nem fogok tovább játszani. Hanyas group, 16 azt hiszem. Úristen. Felideges. Ott van a 150 km per óra. Ó, miért nem lehet egyezni vele? Annyira adnám. Félek felnyomják a pumpát az agyamba. Na jó. Blogdash. Nek most már... Na jó, én most csak a 150 km per órás gyerekre fogok menni. Meg arra a lila ufó genyúra, mert aztán ő volt az a... Vagy a lila ufó volt? Vagy ki volt az, akitől nem tudtam a Spike-nek neki menni, mert ott nyomorgott, az közben semmit nem csinált. Na nézzük csak. Hoppá! Nem. Hoppá! Szerencséje van, hogy... Öreg anyádnak nevezté. Jó. Gyerünk. Hú, nagy SP. Nagy SP. Hát ez nagyobb SP-t adott most ez a Notrizzler, mint a 150 km per óra SP. Jó. De bro, mi ez a laggolás? Tehát elütöttem egy perce, és visszaizél, és akkor még én vagyok elütve, nem? Tehát ez az ilyen full legit. Ebből úgyis valószínűleg a nagy része az embereknek kiesik. No way. I'm not gonna give up. És pont ők túlélték. Na jó. Eddig szar, de még visszahozható. Szint. Igazából. Na. Idegesítő emberkék. Thank you.
Round 3-nál tartok és 10 perc múlva kezdődik. Hát nekünk most ez viszonylag okés. Ez egyelőre most azért nem olyan kibírhatatlanul hosszak a queue time-ok. Holnap lesz live, vagy mikor lesz? Mit tudom én, srácok, nem tudom. Nem tudom, holnap lesz a live. Hogy lehet PC-n StumbleGuys-ozni? Letöltöd a Steam-et, és a Steam-ről letöltöd a StumbleGuys-t. És így, kb. Ennyi. Nem olyan nagy vasszizdasz. Kidó vagy itt egy izé. Magyarok mindenhol. Az igen, nem tudom, azt ki csinálta és hogyan, de érdekes volt. Na jó, van 150 km per óra, most már tényleg nagyon felidegesítesz. Olyan szerencsé, hogy senkit nem talál el az ütésem, ami három ember pofájába is belemegy igazából. Very nice. Ho-ho-ho. Bro. What is this? Ember! Mi ez? Mi ez? Mi ez? Kezd el durrani az agyam. Ember, mi ez? Hogy lehet ez? És nem lehetett belőle kijönni. Se kikkel, se dessel, se sima ugrással, labdával. Lehet, hogy ki lehetett volna jutni, de a meg nincsen engedélyezve a túron. Ez beszarás, komolyan mondom.
Csodálatos. Nagy SP, bro. Damn. Tökéletes helyen vagyok. Itt most már legalább egy tömegharcon, itt nincsenek ilyen side-ok, hogy valaki így mi az team-elnek, hanem megfog, és mindenki üt, akit csak tud. Sőt, nem is az, hogy üt valakit, hanem csak megy és üt, és akkor úgyis eltalál valakit. Ez egy igazi tornament. Ezt már szeretem. És miért nem találok el senkit a szoros ütéseimmel? Miért ennyire delay-es? Ennyi. Jó, már három ember kiesett, már csak egy van hátra. Így né. Easy. Még visszahozhatjuk 7-3-ra, és akkor hátha. Kis Noellal Mizu? Nem tudom, mi van Noellal. Srácok. Majd este kimegyek az erdőbe, megkeresem, jó? Szeretnétek egy ilyet? Kimegyek, azt megkeresem, jó? Na, szeretnétek egy ilyet, srácok? Jaj. Jújjúj. Ez már túl jó volt. Tyupi most keresi. Milyen tyupi. Igen, szeretnétek ilyet, akkor jó van, majd este lemegyek, azt megkeresem Noelt. Hol bújkál? Ez egy ilyen... Vagy ez egy ilyen izé? Hóbot? Vagy ez valami más? Ja nem, abból jöttek a izék. Jó, nem értettem, azt hittem, hogy már ebből jönnek azok a izék partikulok. De nem. Hoppá. Ott valaki ki is esett. Ott az a valaki, ez nem esett ki. Ez mondjuk elég nagy luck neki. Imo. Jó. Hoppá. Jó, ott valakit legalább lelögtem. Megyünk tovább. Jó. Jó. No way, és eliminé... Ah! Na jó, srácok, így meg úgy se tudok kvalizni. Szóval srácok, én nagyon szépen megköszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a live-ot, és hogyha szeretnétek Binding of Isaac videót, ugye amiből volt ez a játék, tudjátok, srácok, várjátok, visszaváltom. Ez a játék, akkor igazából, ja, nem tudom, csak majd nézzétek meg a videót, mert lehet, hogy egyet majd csinálok. Hoppá, belőle. Szóval ja, ennyi, és ja, na jó van. Én mentem, srácok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nagyon királyok vagytok. És ja, ciao.